iCarly rebootot készít a Paramount Plus Miranda Cosgrove-val. A CIA ügynökség neki megy a Warnernek, amiért a teljes 2021-es kínálatát az HBO Maxon is bemutatja a premier napján. A Disney nem kevesebb, mint 10 vadonatúj Star Wars projektet jelentett be. Jenny, brand new voice. A Disney napról. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez a JNA Brand New Voice, Magyarország első és egyetlen sorozatterápiája, ahol senki sem szeretné kikurálni, sokkal inkább megfertőzni és eligazodni a popkultúra tengerében. Viszonyatosan izgalmas héten vagyunk túl, ami lényegében két dologról szólt. Az egyik, az természetesen mi más is lehetett volna, mint a warner -nek a korábbi bejelentése, mi szerint az összes filmjük mely egyből az HBO Max-ra, és kiderült, hogy a kreatorok, hogy a filmkészítőkkel ezek nem igazán tárgyaltak, nem igazán tárgyaltak ők tulajdonképpen senkivel, mert ők úgy voltak vele, hogy, hogy, lényegében hát ők forgalmazzák ezeket a filmeket, és úgy forgalmazzák, hogy akarják, és ebben a, ebből egy bizonyos szempontból igazuk is van, de na mindegy, maradjunk annyiban, hogy ez a helyzet egy kicsit komplikáltabb, majd mindjárt belemegyünk egy kicsit jobban a részletekbe, hogy ez miért is van így. Aztán másik dolog, amiről más sem lehetett hallani egész héten, az nem más, mint az, hogy a Disneynek volt a héten méghozzá jól, azt csütörtök este, brutálisan hosszú volt ez a négy órás éjszaka, csütörtök éjszaka a Disney bejelentette, vagy megtartotta a befektetői számára azt a szokásos évi prezentációját, és ott egy brutális mennyiségű agyeldobós dolog derült ki ebből a ebből az egész napból, úgyhogy én kvázi úgy, úgy mentem el aludni valamikor hajnal három körül, hogy uramisten, ez egy kicsit sok volt, mert, mert tényleg egyszerűen rázúdították az ember azt a sok információt, hogy mit terveznek a következő két-három évre, és a helyzet egyébként nagyon-nagyon érdekes, mert ha belegondolunk, akkor a Disney Plus nem sokban fog különbözni az HBO max tól Tehát Disney és a warner a tervei nem igazán különböznek annyira egymástól, csak más, hogy kommunikálják ezeket a dolgokat, és éppen ezért, ahogy a Disney kommunikálja azt, hogy ők igazából mozifilmeket készítenek, mint például a Pinocchio, aminek ugye Tom Hanks ezt a főszereplő és Robert Zemeckis fogja rendezni, az is az, a Disney Plus-ra fog majd érkezni, a mozik helyett vagy mellett. És ezért ez egy iszonyatosan érdekes kérdés, mert, mert ugye a warner meg mindenki azon van kiakadva, de hát ezt mégis hogy képzelik. Nem tudjuk természetesen azt, hogy, hogy itt a Disney-nél milyenek a szerződések, akár a különböző ügynökségekkel, vagy szakszervezetekkel, vagy a filmkészítőkkel, hogy, hogy kinek mi, a, mi az, ami meg van szabva, hogy mi az, ami moziba kell, hogy menjen, mi az, ami Nek mindenféleképpen, vagy mi az, ami mehet a streamre. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, viszont nagyon érdekes látni ezt a két oldalát ennek a dolognak, úgyhogy félelmetesen jó időszakban élünk, a, ami a popkultúrát illeti tulajdonképpen, mert figyelni azt, hogy ezek a dolgok, ezek napról napra kvázi hogy változnak, és hogy, hogy a, tehát, te nagyon sok izgalmas aprócska, darabocskának kell még a helyére kerülni ahhoz, hogy, hogy a világ annyira kész és kerek legyen ezekre a streaming óriásokra, hogy fel tudják majd venni a versenyt tulajdonképpen a netflix szel vagy akár mondhatnánk az amazon is, de az Amazon az igazából nem annyira nagyon-nagyon jelentős versenytársa még a Netflixnek, viszont az Amazon az meg ugye a világ egyik legfontosabb internetes üzlete. Szóval, ha meg, ha meg ebből indulunk ki, akkor viszont az Amazon az mindenféleképpen egy iszonyatosan erőteljes versenyzője mindennek. Szerintem ezt, ezt lehetett pedig nem is kezdhetnénk más témával, mint hogy ugye mindenki látta, ugye mindenkinek meg volt már a héten a Cobra Kai harmadik évadának az első előzetes, Uramisten! isten! Hú, azt a mindenit. Nem tudom, mikor hozott lázba utoljára engem egy előzetes, de ez az előzetes, ez nem csak, hogy lázba hozott, nem csak, hogy felpörgetett, nem csak, hogy elért azt, hogy kvázi elkezdek azon gondolkodni, hogy újra nézzem -e az első két évadot, mert, mert valami félelmetesen zseniális cuccnak ígérkezik ez a, ez a, ez a projekt, tehát ez egy elképesztően, elképesztően izgalmas Story Igazából a trailer szerintem nem csak, hogy minden aprócska vágyamat úgy tűnik, hogy a harmadik hivatat illetőleg sikeresen tudja megvalósítani, de nagyon úgy néz ki, hogy még csalódásra sem lesz lehetőségem. Redesul volt egy olyan pillanat ebben, a, ebben az előzetesben, ami ami tulajdonképpen arra a történetszára reflektált nagyon, amitől én a legjobban félek, hogy, hogy nem fogja tudni megugrani azt a szintet, amit, amit kellene, és, és, akkor volt itt két mondat, amire azt tudom mondani, hogy oké, okay, ez nem csak, hogy meg fogja ugrani, hanem már rég megugratta az, az egészet. Ez, ez, pedig nem más, mint amikor elhangzik az a mondat, hogy soha, nem tudom. Ezek csak szavak, tartalom nélküli szavak. Ha valamit akarsz, akkor keresztül kell másznod a földön. És annyira durván és zseniális, ahogy ez elő van adva, és annyira tökéletesen ki tudja fejezni azt, hogy mit is jelent az életben harcolni saját magadért, vagy bárki másért, vagy bármi másért, hogy egyszerűen, tehát ez, ez, már nem csak az a fanszerviz, mondjuk a Cobra kai ez a, ez a legnagyobb és ezért szerintem a legjobb ilyen kvázi franchise-osított sorozat, ami valahogy mégsem érződik annak, és nem csak azért, mert tényleg 35 év, vagy mennyit telt el, az eredeti karatekölykök után, vagy óta, hanem, hanem azért is, mert ez egy tökönálló, tökre olyan modern dolog, ami, ami valami régiből készített valami újat, de pont azért, mert egy sequel, pont azért, mert nagyon sok mindenben reflektál ugyan a filmeknek a történeseire, de alapjáraton meg egy teljesen önállóan is működőképes és iszonyatosan összetett történet a Cobra Kai. Tehát ná nálam mindenféleképpen ezért az egyik legjobb és legizgatott legjobb és legizgatottabban várt, az atthon, vagy nem tudom, hogy lehet ezt körülírni, de, de egy tuti, hogy, hogy a Kobra Kai harmadik évada, amikor Január elején fog debütálni, az mindent fog vinni. Tehát az, az tényleg az a Gyilkosan kemény időszak lesz, úgyhogy, úgyhogy én már alig várom, hogy, hogy láthassuk ezt a, ezt a bizonyos harmadik évadot, mert szerintem nagyon felvonatva a lecke, mert az első évad is egy bitangerős volt ennek a sorozatnak, a második talán rá tudott tenni egy lapáttal. Bizonyos értelemben rá tudott tenni lapáttal, bizonyos értelemben egy kicsit alatta volt, szóval nagyon-nagyon érdekes, mert iszonyatosan közel áll, és tényleg itt igazából az dönti el, hogy hogy melyik a jobb sorozat, vagy melyik volt a jobb szezon, hogy kinek milyenek a személyes ízlései ezzel az egész történettel kapcsolatban, mert vannak olyan pillanatai, amik, amik szerintem jobban tudnak működni a, az egyik évadban, és vannak olyan dolgok benne, amik meg jobban működtek a másik évadban. Tényleg nehéz lesz eldönteni, és, és azért a, a harmadik évad alatt viszont tudjuk biztos, hogy még magasabban lesz a lész, mint ami második évad alatt volt, úgyhogy Hú, hú, Gyerekek, hát ez, ez egy pokol hosszú hónap lesz, hogyha tényleg itt, itt, január, nem, nem is tudom, hogy ez, ha ah, jól nem hiszem, akkor valamikor január elején fog debütálni, mintha január 3 körül kerülne egy műsorra. Mindegy, bármikor is kerülne műsorra, az tudja biztos, hogy nálam első napos végnézés lesz. Az első és a második évadás egyébként nagyon ügyesen tudtam csinálni, mert sikerült ezt a, azt hiszem, tíz részes volt ez a szezon, és sikerült mindig legalább egy-öt napra felosztanom. Hát elnézve ezt a trailer, nem biztos, hogy ezúttal is össze fog jönni ez az öt nap, de, de muszáj lesz beosztani, mert, mert brutális sokára érkezett majd a negyedik évad. Én viszont tükörülve várom már tényleg ezt a harmadik évadot is, úgyhogy hogy yeah! És már úgyis sorozatokról beszélünk, akkor szerintem mindenféleképpen muszáj megemlítenem azt, hogy számomra héten egy másik iszonyatosan izgalmas, szintén ez a teaser vagy trailer sebb, jellegűbb történet volt az, hogy végre láttunk egy két képet, arról, hogy hogyan is fog kinézni Tyler Hocklin, mint uh, Supermanus, és hát a helyzet az, hogy. Um, Hát igen, szerintem teljes mértékben nem embere fogja válogatni. Az, az a kép, amin, amin um, ő is ott van, illetve amin Elizabeth Tulak is ott van, aki ugye majd Lois lane fogja alakítani ebben a sorozatban. Elizabeth Tulaktól én kicsit féltem, ennek, mert nekem ő nem igazán tetszett annyira a krízisben. Tehát mondjuk egy Erika durance hoz képest ő nem annyira zseniális Lois Lane-t tudott megformálni a kisképernyőn, Ugyanakkor én nagyon is szeretem ez a betulakot a Grimmből kifolyólag is, és hát szerintem ő egy fantasztikus jó színész egyébként, és baromra jó Lois is lesz 2020-as mércével, vagy 21-es mércével nézve, és tulajdonképpen ez volt az első kép, amikor, amikor ugye lois és Clarkot láttuk ebben a, az egész történetben együtt, smallville farm mellett, az, ez volt az első olyan pillanat, amire azt mondtam, hogy na ez most, most Tyler Hawkins is úgy néz ki, mint hogy egy Clark ennek nagyjából ki kell néznie, még mindig baromira kölyök képe van, még, mindig ez a nagyon nem kimondottan ö, Clark ö, kis kisugárzás árad belőle, hanem az a, a szép fiú macsó dolog, és hát ez igazából egy nagy dolgot tud elvenni szerintem Clark ennek a személyiség amit, amit, ő másképp tud visszaadni a figurának, de úgy összességében nézve szerintem ez, ez a kép, ahol, ahol tényleg a Smallville-ben ott vannak, az, az valami brutálisan fel engem hype és nagyon-nagyon izgatott lettem a sorozat miatt. Míg, míg a, láttunk a héten már egy olyan képet is, ahol, ahol láttuk őt a kosztümében és a jelmezében, és hát ott, ott igazából én csak vakartam a fejem, nem igazán tudom eldöltül, hogy ebből most mennyi a Photoshop és mennyi a valóság, mert, mert mint jelmez, relatíve jól néz ki azzal a piros övvel, szerintem kicsit, hát nem tudom igazából, nyilván jobb, mint egy alsogatja bizonyos szempontokból, de, de úgy alapjáraton nem érzem annyival tögösebbnek ezt a, ezt a ruhát, meg ezt a göncöt, mint amennyivel valószínűleg kellene, de ettől függetlenül hogy jó kosztümnek érzem, és, és tényleg nagyon úgy néz ki, hogy, hogy, hogy ebből a projektből kvázi bármi izgalmas dolog is ki fog tudni sülni majd, mert nem, nem tudom, ez, ezek az első olyan dolgok, amik, amikre én azt merem mondani, hogy valamilyen szinten talán biztatóak, vagy bizalom gerjesztőek, nem, nem tudom egyébként melyik a jobb rá. A másik nagyon-nagyon izgalmas dolog, ami a héten történt, szerintem, és szintén ugye a premier kategóriájába sorolandó az egyértelmű az, hogy Taylor Swift kidobta a legújabb albumát még közben meglepetésből. Na, és az Evermore az nyilván azonnal egy instant nagy sláger lett, mindenki erről beszél, én még mindig nem hallgattam meg, viszont megnéztem az első videóklipjét, a Vilót, amit egyébként ő is rendezett, nem tudom egyébként, hogy ő szokott erre uh, klipeket rendezni, nekem ez egy tök új információ volt, mert annyira azért nem követem a munkásságát, de a lényeg, lényeg a lényeg, hogy kim van az, hogy Taylor Swift Evermore album, ami meglepetésből dobott ki, mert megteheti, és mert... Uh hát tulajdonképpen nem egészen úgy működik, mint a filmstúdiók, hogy hát gyerekek ilyet nem csinálhatok, ez hát ezen fel vagyunk háborodva. Ez, ez egyébként baromra érdekes dolog, mert ha belegondolunk, akkor a zeneipar és a filmipar kvázi valahol teljesen egészében ugyanúgy működik. Tehát a, a zeneipar sem a, hát nem is kimondottan a koncertekből, de nem a lemezboltokból, inkább fogalmazunk így. Tehát ők sem a lemezboltokban élnek, egyrészt mert baromira kevés maradt meg belőlük, másrészt pedig igazából hát senki nem jár lemezboltokba. A zeneipar viszont tudott alkalmazkodni, relatíve egész könnyedén tudott alkalmazkodni ehhez a váltáshoz, ami, amire szüksége volt akkor, amikor meg kellett lépnie ezeket a dolgokat, és hát a filmipar az, az tulajdonképpen most van ennél a váltópontnál, és érdekesnek tartom abból a szempontból, hogy, hogy amikor a, a network csatornáknak a TV kínálata, a TV műsorok, illetve a TV sorozatok, egy kicsit kezdtek átalakulni, és egyre inkább a minőség eltolódott a kábelekre, és a kábelektől pedig egyre inkább kezdte átvenni ezt a szerepet a, a stream, akkor, akkor sem volt igazából egy felháborodás. És ennek tulajdonképpen az az oka, hogy sem a zeneiparban, sem a televíziós sorozatok világában nincsen ott egy ilyen középső emberke tulajdonképpen így hívják ugyanis a mozikat, és hát az összes filmstúdió egyébként, nem csak a Warner, az összes filmstúdió évek óta szeretne valamilyen szinten megszabadulni tőlük, mert hát így tulajdonképpen a mozi hálózatok, ők lenyesnek egy nagyobb összeget az ő bevételükből, és hát igazából ezért sem feltétlenül értem azt, hogy miért van az, hogy a közönség tökre boldog miatt hogy, hogy ezek a filmek elérhetők lesznek az HBO Max-on is, és miért, ez az első reakciója mind a filmszínházaknak, mint pedig a különböző szakszervezeteknek, a képviselőinek, hogy de hát ez nem lesz jó, mert ez, mit tudom én, nyilván, tehát hogy mit mondanak, az egésznek az a lényege, hogy nincsen kialakítva rá egy modell, és ebből kifolyólag sokkal, sokkal, de sokkal kevesebb pénzt fognak tudni termelni azoknak a szakszervezeteknek, azoknak az ügynököknek, azoknak a filmszínházoknak, filmszínházoknak vagy filmszínházlán akik akiken keresztül tulajdonképpen a néző átélheti ezeket az élményeket. És ez egy iszonyatosan érdekes kérdés szerintem. Úgyhogy mi ne, mindenféleképpen fogunk erről beszélni, mert, mert ez most egy nagyon-nagyon brutális és iszonyatosan szaftos téma. De a lényeg, a, a lényeg az tényleg az, hogy Taylor Swift megteheti azt, hogy az Evermore albumát valamikor délután bejelenti, hogy mai éjféltől Ö, elérhető lesz, és onnantól mindenki tudja streamelni. És énkor az emberek miért nincsenek felháborodva, hogy de hát gyerekek, vegyétek meg a CD-nket, menjetek el a benzinkútra, Magyarországon nyilván. Itt, itt, egyébként még mindig valamiért a CD-t, azt, azt, az előadók is nagyon-nagyon próbálják meg a kisebb előadók nagyon próbálják erőltetni, ahelyett, hogy azt mondanák, hogy gyerekek, streameljétek, mert minden egyes streamből kapok öt fillért. És minél többen streamelitek, annál több fillérem lesz, és hát előbb-utóbb az összeáll egy forintá, és amikor lesz egy forintom, akkor utána már könnyebb lesz megcsinálni másodikat. Val valami és mit lehet az elgondolás. Még egy CD az egy teljesen, teljesen más jellegű dolog, és nagyon érdekes figyelni azt, hogy, hogy az emberek a, az embereknek a tartalomfogyasztása hogyan változik az évek során. A mozik pedig abszolút nem voltak felkészülve erre a hatalmas változásra. A mi a szempontból igaz, hogy nagy általánosságban véve nem voltak felkészülve erre a nagy, nagy, változásra, de vannak olyan mozik vagy mozihározatok nagyobb városokban, ahol már elkezdődött valamiféle átalakulás korábban is. Tehát voltak olyanok, akik, akik már más egyéb szolgáltatást is hozzátettek ahhoz, hogy hogy ők egy filmszínház voltak, és nem csak tényleg a filmeket vetítették, hanem ki lehetett őket bérelni rendezvényekre, vagy ne vagy isten, csatlakozott hozzájuk egy kávízó, esetleg egy étterem rész is. Tehát azért egyre, egyre inkább egy ebbe az irányba fog elindulni a mozi, és ez az az irány, amit szerintem inkább erőltetniük kellene a filmszínháza láncoknak is, meg a filmszínházoknak is, ahelyett, hogy azt erőltetik, hogy de hát hogy képzeli azt, hogy a Warner 17 filmjét fel fogja nyomni az HBO max csak azért, mert az egy elképesztően sikertelen streaming szolgáltatás. Már pedig az AT&T, az, az pontosan azért vette meg valószínűleg a warner mert ők meglátták a lehetőséget a streamben, és abban bíztak, hogy a warner a könyvtárával, illetve saját, minél több saját gyártású tartalommal, úgy egy nagyon-nagyon csápító dolgot fognak tudni majd letenni az asztalra. Hát a helyzet az, hogy ez abszolút nem így van, abszolút nem egy ilyen világban élünk sajnos, ahol ezek a dolgok ezek megvalósíthatóak lennének, hanem egy olyan világban élünk, ahol az HBO Max az és hát tulajdonképpen fél év után ott tartunk, hogy egyrészt egy pontos számokat nem tudunk szemben mondjuk a disney amire majd hamarosan kitér. Kérünk, hogy milyen brutális számokat tud prezentálni, így az első évét követően, és hogy milyen vad elképzeléseik vannak mostantól kezdve 2024-re, amik igazából nem is annyira vadak, mint amennyire hangzik. Mint amennyire annak hangzik, de, de ezt majd meglátjuk. Viszont lényeg a lényeg, hogy, hogy a filmszínházak, az ügynökségek és a különböző szakszervezetek, akár a színészeké, akár a rendezőké, íróké, ők, ők nincsenek felkészülve egy ilyen váltásra, egy ilyen modellre ugyanúgy, mint ahogy egy valószínűleg ez, ez, inkább majd a jövőben lesz szerintem esedékesebb kérdéskör, hogy, hogy akkor hogyan fognak majd ezek a szerződések módosulni, abból ezek a szakszervezetek mekkorát fognak tudni majd lenyúlni lóvét, és, és, hogy hogyan fog átalakulni ez az egész rendszer, mert nyilván át kell alakulni az egész rendszernek, nyilván meg kell újulnia az egész rendszernek, és nyilván az lenne a leges, leges legfontosabb lépésük, hogy, hogy elinduljanak egy olyan irányba, ami nagyon-nagyon jó, hasznos, fontos, és talán, talán nem túlzás kijelenteni azt, hogy izgalmas út is lehet. Már amelyben az emberek tényleg követni próbálják ezt az irányt, és amelyben tényleg megpróbálnának elindulni egy olyan, ez most nagyon hülye fog hangzani, egy olyan világ felfedezésére, mint, mint amit ezek a, ezek a, streaming lehetőségek tudnának nyújtani. Mert szerintem na nagyon érdekes ez a trend, amiben élünk, és, és, hát most ugye Netflix ennek a világnak a királya, a Disney Plus viszont már nagyon-nagyon ott lieg a sarkában. Most ezen nagyon-nagyon ott lieg a sarkában, ezt úgy értsük, hogy 2024-re. Amennyire én megértettem ezt az előadást, ők 2024 végig szeretnék lenyomni a trónról a Netflixet. És egyelőre én azt érzem, hogy nem, nem kimondottan rossz helyzetből indulnak neki, elnézve, hogy milyen kínálattal készülnek a következő két-három évre hát brutális lesz a Disney plus -nak a kínálata. Az HBO Max kínálata sem kimondottan gyenge egyébként, tehát azért senki, senki se értse félre, Nagy, nekik is nagyon jó, kvázi minőségű, kvázi eredeti bötletekre épülő produkcióik vannak, szemben a Disney plus szal ahol, ahol full egyértelmű mindent, a Star Wars, mindent a Marvel fog uralni, és akkor így hébe hóba majd bedobnak egy, -egy másik brandet, mint például a Pixelnak a Verdák animációs sorozatát, vagy bedobnak egy, olyan animációsabb sorozatot, vagy, vagy bármilyen olyan filmet, ami, ami tulajdonképpen moziva lenne való, mint például ez a Pinocchio, de igazából a streamingre készítik, de, de ugyanazzal a produkciós értékekkel, mint hogyha moziba menne. Hát, ha egy nap majd úgy döntenek, hogy azért mégiscsak lehet moziba is vinni, hát, ha úgy is tud termelni egy kis lóvét. Szóval ez egy nagyon-nagyon érdekes, átalakuló félben lévő környezet, amiben élünk, és ebből a szempontból én nem feltétlenül, tehát nagyon érdekes, mert a nézők, ők, én nem érzem azt az olvasó, vagy olvasó, a nézők részéről, hogy ők különösebben fel lennének háborodva azon, hogy ezek a filmek, ezek moziba, mozi helyet, vagy nem is, az, nem, egyik sem jó, mert se nem mozi helyet van, se nem mozi izé, hanem, hanem mozi mellett tűzik műsorra. És, és hogyha valaki attól fél, tehát legyünk köszönjük azért, manapság elképesztő mennyiségű film kerül moziba, ami, ami, nem biztos, hogy megérdemli azt, hogy moziba legyen vetítve, és ide értem akár egy Michael Bay féle Transformers filmet, ideértve bármi olyan dolgot, ami, ami egy kicsit is kilóg lábalól. Most, most például, hogy egy Amerikában jöttem kettő, szerintem 2020-ban, főleg itt karácsony környékén nem biztos, hogy olyan nagyot tudod volna szólni, mint amekkorát valószínűleg tud szólni mondjuk egy Amazon Prime-on, ahol majd, ha jól emlékszem, akkor jövő fog csak debütálni a, a film. De, de ugyanez elmutat egyébként a rengeteg olyan filmről, és ezért a Warnernél is vannak szerintem olyan filmek, mint például a ami kvázi egy valahol kiszámíthatatlan dolog, hogy hogy fog tudni teljesíteni a moziban. De mondjuk azt, hogy um, tud hozni egy. Hát én 100 milliót nem igazán hiszem, hogy tud hozni, de mondjuk egy 50 milliót talán tud hozni. Most nyilván ezt nem tudom, hogy a gyártási költségekhez, meg a marketinghez képest, ez mit jelentene egyébként. De, de matematikailag ezek a filmek, ezek nem mindegyik ennek a 17 filmek, amit bemutatnak. A streamingen lesz olyan dolog, ami, ami milliárdokat fog tudni termelni. Akár a filmszínházaknak, akár a moziknak. Nyilván, mind a mozik, mind pedig valahol talán ezek a szakszervezetek is rá vannak szorulva arra, hogy, hogy ez a rendszer, amiben ők most vannak, és ami most működik már évtizedek óta, az, 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 nem nagyon változzon meg, mert a változás az ugye általában átalakulással jár, az fejlődéssel jár, azt pedig sokan nem szeretik, mert az azt jelenti, hogy ahhoz dolgozni kell. És, és minél több munkát, minél több időt, energiát és minden egyebet fektetnek bele, annál nehezebb megjósolni azt, hogy milyen lesz ennek a visszatérése mármint a megtérülése. Ebből kifolyólag pedig én egyre inkább azt érzi az ember, hogy, hogy itt most neki próbálnak menni a volnának, és minden követ megmozgatnak annak érdekében, hogy hogy rávegyék Warnert arra, hogy nekik ember ez marhára egy nem jó dolog. És ez, ez abból a szempontból egy iszonyatosan érdekes kérdés, hogy olvastam több olyan elemzést, ahol ahol azt mondják, hogy oké, okay, tök jó, hogy ezek a szakszervezetek, ezek, ezek most megtámadják a Warnert, mert hogy nem tetszik nekik ez a dolog, mert hogy bármi változást tudna ez indikálni a történetben, de a helyzet az, hogyha ez, ezektől a különböző szakszervezetektől megszereznek egy nagy nevű színészt, mint mondjuk Will Smith odáll a Warner mellé, és azt mondja, hogy gyerekek, hát az HBO Maxon bemutatni a következő film, a világ legkirályabb, legfaszább dolga lesz. Mondom mindezt úgy, hogy a Bright az egyébként a Netflixen debütált, 100 millió dollár feletti büdzsés mozi volt, ami jó nézettségeket hozott, viszont a moziban akkor bukás lett volna, mint nem tudom, mint egy atomkatasztrófa kb. És ha, ha meg azt nézzük a Netflixen, meg relatíve siker tudott lenni DVD-járásznak a filmje pár évvel ezelőtt. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy tulajdonképpen ezáltal. A, tehát a, a különböző vállalatok, vagy nem is, nem is a vállalatok, hanem a szakszervezetek és a mozik nem igazán látják meg benne azt, hogy ezáltal tulajdonképpen ők, a, a különböző streaming szolgáltatók egy óriási nagy tudják megmenteni a dolgokat. Azt pedig szerintem, hogy, hogy egyszerre mutatják be moziban, és egyszerre mutatják be. Streaming, a filmeket az nem azt jelenti, hogy az emberek nem fognak elmenni moziba, az nem azt jelenti, hogy kevesebbet fognak elmenni moziba. Valószínűleg többet fognak befektetni tévébe, valószínűleg többet fognak befektetni a különböző hangrendszerekbe, persze. Ez így ez tény és való. De most komolyan gondolj már bele abba, hogy, hogy elsősorban kvázi a fiatalabbak járnak moziba bizonyos értelembe véve, és mondjuk azt, próbálj, próbál meg elképzelni azt a szituációt, nem lehetetlen elképzelni, de mondjuk azt, hogy vannak ilyen 16-18 év körüli fiatalok, akik, akik ugye az első randira elmennek moziba egy lányjal, és utána elmennek vacsorázni. Na már most, ha nincsenek mozik, akkor nem tudnak elmenni randizni oda. Az meg hogy nézne már ki, hogy az első randiukat, azt figyelj, gyere már át, nézzük meg nálam az HBO max a legújabb Wonder Woman filmet. Jó, Randi lesz, hidd el. Hát egyrészt nincs olyan szülő, aki, aki erre engedélyt adna, másrészt pedig hát ez, ez mégiscsak egy iszonyatosan fura első Randi lenne, hogy hú, de jó, végre elmentek a srácnak vagy a csajnak a lakásába, és um, ott fogjuk megnézni a filmet. Szerintem ezt ez nem kell ennyire drámaian felfogni, mert hogyha a, vetítik a moziban, akkor valószínűleg úgyis ott fogja megnézni a fiatal. Az egy teljesen más kérdés, hogy úgy fog szocializálódni, és úgy fog felnőni, hogy hogy igényli azt, hogy ezeket a filmeket ezeket ne csak moziban láthassa, hanem otthon is megnézhesse. Szerintem nagyon sokan lesznek olyanok, akik, akik kipróbálják a streaming szolgáltatást, és akik igenis azt fogják mondani, hogy belenézek ebbe a filmbe, és ha tetszik, akkor lehet, hogy elmegyek rá a moziba. Ha meg nem, akkor meg itthon fogom megnézni. Valamikor, mert nem jutok el valamilyen okból kifolyólag a mazabba. Tehát igazából ez csak egy opció, és én tényleg itt az üzleti oldal az, ami nagyon durva, mert ha jól emlékszem, amikor az HBO Maxnál eltörlik ezt a kéthetes próbaidőt, mert hogy ne azért regisztráljon be az ember, hogy, hogy megnézze a Wonder Woman 84-et kvázi ingyen, hanem, hanem azért akkor tényleg legyen egy hónapra legalább előfizetője a szolgáltatásnak, ami tök érthető és tökre jogos is. Viszont a, a dolognak a pikantériája továbbra is szerintem az, hogy, hogy túlzottan félnek ezek a szakszervezetek, túlzottan félnek a különböző filmkészítők attól, hogy H -h hogy lehet ezt szépen megfogalmazni? Ők nagyon-nagyon rettegnek attól, hogy ez, ez nekik nem lesz jó. De, de a közönségnek viszont jó lesz. A közönség nagyobb valószínűséggel fogja megnézni minél előbb, vagy ha nem is minél előbb, de nagyobb valószínűséggel fogja megnézni az alkotásaikat. Nem ez lenne igazából a filmkészítésnek a célja? Nem ez volna igazából az, ami tényleg számítania kellene mindenki számára? Mármint értem én azt, hogy ez egy üzleti ág, és hogy itt ebben az iparban is pénzt kell termelni, és minél többet, annál jobb. Ez teljesen egyértelmű. De, de azért legyünk köszöntek, azért egy HBO max siker nem zárja ki azt, hogy um, mit tudom én, a Wonder Woman 84 moziban is taroljon. Szerintem legalábbis. Na most az, hogy az embert megspor, az embert, az emberből azt tudják kiváltani, hogy nem kell kimennie, mit tudom én, karácsonykor a mínuszfokokba, most gondolok egy viszkonzini államra, ahol, ahol tényleg baromi hideg szokott lenni, vagy egy alaszkába, nem kell kimenni a karácsonykor, hogy megnéz a Wonder 84-et, hanem otthon szépen a valószínűleg nagy képernyős tévényen, vagy akár a laptopján, bekapcsolja, és megnézi, és tök jól érzi magát, és tök jól szórakozik. Hát nem ez a lényeg az egész szórakoztatóiparnak, nem erről szól az egész. És ezért legyünk küzdők az HBO Max legnagyobb hátránya szerintem nem a tartalmával, vagy a könyvtárából fakad, nem is azért nem fizetnek elő rá az emberek, mert nem tartják elég jónak, hanem azért nem fizetnek elő rá az emberek, mert iszonyatosan drága az a 15-16 dollár körüli árkategória, az nagyon sok, ha figyelembe veszik azt, hogy a Disney Plus Kvázi kevesebb saját gyártású produkciót ö, mutatott be az első évében, ugyanakkor milyen dinamikusan tudott nőni egy év alatt is ez a, ez a streaming szolgáltató, és kvázi baromira kevés befektetéssel az első évben ha azt nézzük, mert tényleg inkább a, inkább a következő ö, években lesznek majd ö, jelentősebb ö, dolgok, amik majd meghatározhatják a, az egésznek a jövőjét. Úgyhogy szerintem nagyon sok izgalmas dolog vár még ránk a következő időszakban. Nagyon sok olyan történet lesz majd itt, amiről az utókor még éveken, évtizedeken vagy évszázadokon keresztül fog majd beszélni. Nem is tudom hirtelen, mert, mert annyira, annyira sok minden lehet ebben, a, vagy van ebben a témában, hogy, hogy nem lehet betelni velük. Érdekes egyébként, hogy a kommunikáció mennyit tud számítani ebben a kérdésben, hiszen a Disney ugyanezt csinálja. Valószínűleg olyan filmekkel, amik, amik oké, okay, nem biztos, hogy feltétlenül olyan nagy költségvetésűek, mint mondjuk egy King Kong Godzilla ellen című történet, de nem is annyival olcsóbbak, és annyi pénzt viszont nem is tudnának termelni, mint mondjuk a, a Mighty Ducks, ami ugye hamarosan fog majd érkezni Lauren Graham-mel a Disney Plus-ra. Az például a mozikasszáknál, hogyha, ne, hogyha nem sorozat lenne, hanem film, akkor valószínűleg sokkal kevesebbe tudna termelni. De, de ugyanúgy, ugyanez egyébként rengeteg filmre is elmondható. Nem is tudom, hogy a múlt héten beszéltünk-e arra, vagy ez, a, ez, még ezen a héten történt, hogy a New Line az úgy néz ki, hogy egyelőre még csak beszélget a Warner-rel, de hogyha nem sikerül megegyezniük valami, valamivel kapcsolatban, akkor, akkor lehetséges, hogy be is pereli a Warner-t amiatt, mert egyrészt elfelejtettek, elfelejtettek, velünk megbeszélni ezt a dolgot, hogy, hogy több millió dolláros Kong versus Godzilla megy majd a a streaming szolgáltatóra, csak azért, mert nekik ez a kényelmesebb és ez a jobb út, és hát azért ez egy nagyon bizarr szájsz, hogy az emberben, mert azért az ember feltételezni, hogy legalább a gyártóddal azért megbeszéled a dolgokat, mert oké, okay, hogy van benne részesedésed, és oké, okay, hogy te forgalmazod, és oké, okay, hogy azt csinálsz amit akarsz, de, de azért ez egy kicsit merész elgondolás szerintem, hogy, hogy egyáltalán nem beszélik át ezeket a, ezeket a dolgokat, és, és hát azért az ember ott van valahol, hogy, hogy egyszerűen nem érti, hogy, hogy ilyen dolgok hogyan tudnak megtörténni, főleg 2020-ban. Nagyon nehéz itt igazából bármelyik oldal mellé is állni. A helyzet az, hogy én azt érzem, a legtöbb olyan cégen, ügynökségen, vagy bárkin, aki, aki fel van háborodva ezen az, az amúgy tök várható és teljesen logikus lépésem, az az mind a fejlődés útjába akar állni, valamilyen módon. A saját formájában. Tehát ennek nem kell feltétlenül túl nagy dolognak lennie, de mindenféleképpen mindenki valahol a fejlődés útjába próbál állni, és megpróbálja meggátolni azt, hogy a szórakoztatóipar egy kvázi a befogadók számára egy kellemesebb iparággá váljon. A Disney nagy belőnye, amit már korábban említettem, az, az egyértelműen, hogy, hogy um, olcsó. 8-9 dollár, most emelnek egy dollárt. Az áron Európában értelműen két, két eurót emelnek majd rajta, úgyhogy mire ide hozzánk lehet már 4000 forint felett lesz a, a streaming szolgáltatás díja. De amit, amit ki akartam hozni ebből az egészből, az az, hogy, hogy a Disneynek ez egy hatalmasan nagy előnye. Az, hogy náluk van a Star Wars, náluk van a, Man a Marvel brendek, ami a világ két legnagyobb brendje, plusz a, ott van a Pixar is, tehát nekik vannak olyan húzó erejük, ami, ami egy pár évre bőven elég ahhoz, hogy, ez a streaming szolgáltató el tudjon indulni, és meg tudja vetni a lábát, mert ismert brendekkel van körülvéve. A vonarnél ugyanez nem feltétlenül mondható el. Bár ez, 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 így valahol valami szinten túlzás, de a Disney Plusnak tényleg tény is valahogy ott van a nagy előnye az, hogy ők az ESPN és az ESPN Plus által ők sportot is tudnak közvetíteni, tehát azért sokkal több olyan apró csábító dolog van szerintem a Disney Plus-ban, Amerikában, mint amit mondjuk a, az HBO Max-ban. Már hogyha valaki szereti a cnn meg a hasonló dolgokat, mert ha jól emlékszem, akkor hírcsatorna is van az HBO Max lehetőségei között, akkor, akkor kvázi az ember boldog lehet, de, de ha, meg, ha meg inkább sportot nézne, akkor nem biztos, hogy az HBO fog jobban járni, és ezért az embereknek, főleg ugye a belegondolunk a kábelszolgáltatás, meg minden egyéb streaming szolgáltatás mellett, nem biztos, hogy mind az öt, hat különböző streaming óriásra van pénzük és idejük, meg lehetőségük. Arról nem is beszélve, hogy annyi tartalmat gyártanak ezekre a streamingekre, hogy, hogy az emberek már nincsen kapacitása ezeket mindegyiket végignézni és megnézni, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes trend lesz. Viszont ennek az egész mondatónak az lett volna a lényeg, tényleg, hogy, hogy, az emberek, akik, akiknek nem tetszik, ők, ők valamilyen szinten a fejlődés útjába akarnak állni. És mindentőlük tőlük megtesznek annak érdekében, hogy blokkolják azt. Hogy minél később következzen be. Elódázni nem fogják tudni, ez teljesen biztos, mert legyünk őszinték, mi történik akkor, hogyha 2021-ben visszatér a világrendje, és az emberek, és a mozik újra kinyitnak? Az emberek el fognak menni moziba? Újra telt fogják majd vetíteni filmeket? Gondoljunk most Magyarországra, ahol amúgy is nagyon sok mozi küzdködik anyagi problémákkal, nagyon sok mozi nem használja ki teljes mértékben sem a helyét, sem a terét, és hát igazából a film, a vetítéseik sincsenek telt házasak. Na most ez esetben mi történik a világgal? Tehát itt, itt mindenféleképpen ez, ez, ezek már arra utaló jelek, hogy 2021-ben sem fogják meg tudni tölteni a mozik azokat a termeket, amik, amiket nekik meg kéne tölteni. És hogyha vannak olyan egytermes mozik, mint az én kedvenc mozim itt a városban, akkor pedig teljesen egyértelműen azt látjuk, hogy ájjáj! Itt nagy gondok vannak. Óriási nagy dolog van, és nem szabad megakadályozni a változást, mind, mind a moziknak, mind pedig mindenki egyébnek alkalmazkodnia kell ahhoz, ami ránk vár, ami a következő évben fog majd jobban kialakulni. Erről szembe, eszembe, hogy a héten néztem a Netflixen, ha már úgyis a streamerekről van szó, és úgyis a fejlődés útjába való kerülésről, egy nagyon jó, azt hiszem, svéd sorozatot. Stockholmban játszott az ügyes az Svédország. Voltam Stockholmban, de hát ezek után nem vagyok, nem biztos. Nem, tud, hogy svéd, tudja, Ika, volt ami úgyhogy úgy, biztos, hogy Stockholm Svédországban. Szóval néztem egy nyolc részes svéd sorozatot, a Love and ami valamikor november elején debütált a streaming óriásnál, egyelőre még nem láttam annak a hírét, hogy lenne második évada, de ahogy véget ért az első évad, hát gyerekek, én szeretnék egy második évadot is megmondom őszintén, mert bevállalós volt. Két, két okból néztem meg ezt a sorozatot, illetve egy okom volt rá, viszont két réteget találtam benne, ami számomra iszonyatosan izgalmas, meg egy harmadikat, ami, ami igazából az egészben a legjobb, ami miatt számomra a Love and iszonyatosan jól tudott működni. Az egyik Ilyen ok az az volt, hogy tulajdonképpen nagyon-nagyon érdekes volt a témája. Ez volt az egyik ok. A másik az az, hogy a a könyvkiadás bizniszről szólt, valamilyen szinten nagyon-nagyon bejött. És volt egy harmadik réteg, ami, ami kvázi összekötött ezt a két dolgot. Nyilván itt, a, itt az, hogy a könyvkiadásról szólt, és hogy ott milyen kihívásokkal kell szembenézni a dolgoknak, az egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes kérdés volt. Mert um, ugye fölberedtek ezt, ezt a hölgyet, Sofit, akinek kövázia az volt a feladata vagy funkciója a cégnél, hogy egy kicsit modernizálja a dolgokat a kiadónál, és egy kicsit nyereségesebbé tudja kovácsolni, mert hát, mint minden könyvkiadó cég, és mint minden könyvkiadásra foglalkozó, vállalkozás, hát elég nagy trágyában vannak tulajdonképpen. Hát a Sofia el is kezdi ezt a, ezt a, fajta változtatást, illetve megpróbálja elemezni az adatokat, de ennél többet nem igazán foglalkoztak a témával, sokkal egyéb, sokkal több más egyéb olyan dologgal foglalkoztak, ami azért szintén érdekes tudott lenni, mint például gondolok itt most arra, megjelent az az írónő, aki, aki soha nem írja át a, a Üzéjait, és közben egy iszonyatosan nagy trágya volt, amit nem akarnak kiadni, viszont kifizettek neki egy több millió dolláros vagy eurós előleget a könyvér, és hát uh, ugye nő meg nem akarja megváltoztatni az írást. Na, akkor hogyan kezelsz egy ilyen helyzetet? Vagy hogyan kezelsz egy olyan helyzetet, amikor, amikor van egy friss fiatal írónőd, aki tulajdonképpen megtudja azt, hogy egy olyan író is dolgozik, vagy egy olyan írónak a művét is kiadják ennél a cégnél, aki tulajdonképpen egy dick küldött neki. Ennyi, ennél egy hangos szót azt látom nem tudom hogy jobban körülírni a dolgot ilyen, ilyen kis apró nüansznyi szituációk is voltak, a, minden egyes egy epizódban volt valami olyan kis uh, nüansznyi dolog, ami azért a könyvkérdésről is foglalkozott mint például a könyvásáron való szereplés, vagy az egyik kedvenc témám az az, hogy a könyvkérdőt fel akarja vásárolni egy streaming szolgáltató na akkor hogyan reagálunk egy ilyen helyzetre és, és hasonlóan izgalmas kérdések szóval nagyon-nagyon sok olyan apró elem volt ebben a sorozatban, ami, ami, szerintem iszonyatosan szerethető volt. A fő történetszál az, az, az kvázi valahol egy ilyen idősebb, idő, idősebb alatt én egy, egy ilyen 40 év körül nőt értek, akinek van egy férje, meg van egy gyereke. Valamilyen úton, módon fogalmazunk úgy, hogy nem kimondott a jó házas élete, ezért egyik este, amikor egyedül marad benne a munkahelyén, arra vetemetik, hogy pornót nézzen és hát valaki rajta kapja, egy fiatal srác és a fiatal srác nem, nem is azt mondom, hogy elkezdi zsarolni, mert nem kezdi el zsarolni, de, de mindenféleképpen felhívja magára a figyelmet és elkezd kialakulni közöttük egyfajta játék, aminek ugye a legnagyobb kérdése és a tétje az az, hogy, hogy vajon ezek a kimondatlan érzések, ezek, ezek kimondottakká tudnak-e majd válni. Iszonyatosan érdekes. Volt maga ez a téma. Szerintem nagyon jól körbejárták azt, hogy itt folyamatosan adták egymásnak a feladványokat, és közben folyamatosan kezdtek vonzódni egymáshoz, és meglátni a másikban a lehetőségeket. Miközben nagyon érdekes volt, mert Szofinak az apja az kvázi egy elmegyógyintézetben is kikötött, és hát azért nem egy egy százas típus, aki kiemelheti a bürokráciát és minden ilyen egyéb dolgot, ami a világot megrontja, mint például a kommunizmus és társaik. És nagyon-nagyon jó volt az a szál, ahogy próbálták meg kihangsúlyozni azt, hogy tulajdonképpen a férje az egy ilyen tök nagy pancser, aki egyáltalán nem törődik vele, nem is kényezteti a feleségét semmilyen szinten, és hát ők tulajdonképpen csak úgy, úgy, úgy el egymás mellett. És élik a kis életüket együtt, próbálnak meg odafigyelni a gyerekükre, amikor, amikor ilyen van, de, de amúgy, amúgy annyira nem vesz észre semmit a fickó, és annyira nem foglalkozik a nővel, hogy, hogy tényleg azt, azt az érzést át, átjárja az, a nézőt az az érzés, hogy őt elnyomják valamilyen szinten, és ő világéletében attól reteget, hogy, hogy őt is ugyanúgy el fogják nyomni, mint ahogy ezt ő, vagy olyaná fog majd válni, mint amilyen az apja volt. És, és ez egy iszonyatosan érdekes kontraszt volt, iszonyatosan érdekes volt látni a két karakter közti különbségeket, és számomra egyértelműen azok voltak a csúcspontok, amikor láttuk Sofit megtörni mert, mert azok voltak azok a pillanatok, amikre azt lehet mondani, hogy wow, itt igazi karakterívünk van, itt igazi karakterfejlődés van, itt olyan dolgok történnek, amik érdekesek, amik izgalmasak, amik nagyon-nagyon amik jó dolgok karakter szempontból. Úgyhogy nekem ez volt az az átfogó dolog, ami, ami tehát a fejlődés története volt, amiről szerintem az első évad elsősorban szólt. Azt pedig tökéletesen jól sikerült neki bemutatnia, mindezt úgy, hogy volt azért egy-két ilyen visszatérőbb gag jellegű történet, amikor ugye azt hiszem három részben is ott volt ez a, ez a kislány, aki az első manuszkriptjét szerette volna, tehát az első vázatát szerette volna leadni a kiadónak, hogy érdekli -e őket, és hát ugye nagyon-nagyon halk, nagyon-nagyon csendes, nagyon-nagyon visszahúzott, szinte észre sem venni, igazából senki sem veszi észre, és, és valahogy mégis folyamatosan azon van, hogy, hogy elolvassák az ő cuccát, és hát nem olvassák el, és utána nagy fordulat a végén, az pedig szerintem fenomenálisan, zseniálisan lett felépítve. Pontosan azért, mert egy visszatérő vétették ezt a, ezt a figurát, és hát szeretnék többet látni belőle a második évadban nagyon-nagyon határozottan. Érdekes volt egyébként a karaktereknek a kapcsolatrendszere, érdekes volt az a fajta kontraszt, amit, amit belevittek itt a munkahelyen való minden témába. Nagyon-nagyon jó volt szerintem az, hogy felépítették ezt a sorozatot, tehát tényleg ez, ez olyan volt, hogy ezt két nap alatt néztem végig négy-négy részben, mert egyszerűen tényleg nagyon-nagyon könnyű fogyasztani nem az a fajta tipikus produkció, ami, megviseli az ember gyomrát, hanem, hanem tipikusan az a fajta produkció, ahol nagyon szerettem volna azt, hogyha lett volna mondjuk magyar szinkron hozzá, mert, 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 az angol szinkron az csapnivaló volt. A svéd, svéd hangulathoz, meg a svéd nyelvhez én meg abszolút nem voltam este fáradtan már hangulatban, úgyhogy, úgyhogy angol szinkronnal néztem, és hát ez valami csapnivalóan katasztrofális volt, mert az angolok nem tudnak szinkronizálni, ugye? Viszont, viszont maga a történet az véglet tudott kötni, vég egy tök izgalmas, tök, tök jó sztori volt. És ott is tulajdonképpen erről szólt az egész, hogy hogy felbérelték ezt a hölgyet, hogy modernizálja a könyvkiadót annak érdekében, hogy a 21. században is meg tudja vetni a lábát, és meg tudjon maradni annak, aminek lennie kell. Úgyhogy ez nagyon-nagyon aktuális dolog volt, hogy pont ezen a héten néztem meg ezt a sorozatot. Love and Anarchy a Netflixen elérhető, nagyon-nagyon jó svéd, é, nem tudom, dramedi? Nevez nem dráma, az tuti biztos. Romkomnak sem nevezném, bár annak talán elmenne. Maradjunk a dramedinél. nél Szer szerintem, szerintem ebben a műfajba illik elsősorban. Egy karakterfejlődés és karakterívet ívet bejáró történet a Love and Anarchy, úgyhogy ha valaki még nem látta volna, akkor mindenféleképpen ajánlom, hogy nézze meg, mert tényleg egy bitang jó sorozattal van dolgunk, úgyhogy bízunk benne, hogy a Netflix berendeli majd. Jó fejlesztés berendeli majd nekünk a második évadot is, mert én tökre szeretném még azt nézni, tökre szeretném még nézni ezt a sorozatot, mert olyan ponton ért véget az első évad, hogy, hogy tövig rágom a körmemet, és, és nagyon nem szeretem az ilyet. Hírlesen. Itt az ideje gyorsan belcsapni a hírekben, nagyon-nagyon kevés hírt gyűjtöttem össze, igyekeztem a Disney-re fókuszálni ezen a héten, úgyhogy ime azok a hírek, amikre mégis azt tudom mondani, hogy iszonyatosan fontosak. iCarly visszatérhet a Paramount Plus-ra, ugyanis a Crossgrove, Jerry Trainor és Nathan Kress egyaránt benne lesznek abban az iCarly kvázi szikveles rebootban. nem tudom, hogy ez egyébként mennyire helyén való dolog. Lényeg a lényeg, hogy Miranda crossgrove ismételten Carly lesz. Ugyan Nickelodeon egyik leg legkedveltebb ifjúsági sorozata volt, ami 2011-két -20 környékén érhetett véget? Nem de a 2000-es évek egyik legkedveltebb sorozata volt, ahol 16 éves játszott, úgyhogy bízom benne, hogy most felnőttként láthatjuk majd icard t ebben az iszonyatosan izgalmasnak ígérkező Paramount Plus-os sorozatban, ami ugye majd a CBS All Access-nek lesz, Access lesz a neve 2021 első fél évétben valamikortól. Aztán az is kiderült, hogy Robert Rodriguez és a testvére egy női főszereplős Zorro sorozatot fejleszt az NBC-nek. Na már most, hogyha úgy érzed, hogy erről már korábban volt szó, akár ebben a műsorban, vagy akár korábban hallottál róla, akkor a helyzet az, hogy ebben bizony semmi újdonság nincs, ugyanis az MBC-nek ez már a második éve, amikor szeretnének egy um, női főszereplős zorró sorozatot készíteni. Csak ugye most először csatlakozott hozzájuk Robert Rodriguez és testvére ehhez a produkcióhoz, és hát most azért nyilván jóval jelentősebbek lesznek az esélyei annak, hogy ez meg is fog tudni valósulni, mint amennyivel az előző éves produkció esetében lehetett ezt érezni. Aztán Alison Williams lesz a főszereplője az Erika világa Amcsi feldolgozásának, Eliza Zuricki és Julie Rottenberg lesznek a showrunnerjei, Naima Ramos Chapman pedig a pilotnak a rendezője. Nem tudom, hogy beszéltem e az Erika világáról, nem tudom pontosan, hogy mikor volt, 2000 8-9-10 környékén, szóval nem biztos, hogy beszéltem az Erika világáról, de nekem egyértelműen minden hónapig a kedvenc kanadai sorozatom volt. Ez a, ez a történet, és hát volt is Andi miatt, meg aztán végképp nálam a legkedveltebb sorozatok közö, közé tartozik. Lehet, hogy újra kéne néznem. <laughs> Szóval nagyon, -nagyon örülünk, örülünk annak, hogy kvázi egy jó főszereplőt sikerült leigazolni. Ugye a görzben volt látható Edison uh, Williams, és, és hát kíváncsiak, hogy az amerikaiak mennyire fogják tudni elcseszni ezt a produkciót. Én, én rettegek azért tőle, hogy, hogy ezzel nem fogják tudni megütni az a világ a színvonalát, de meglátjuk, ami fog kikerekedni belőle. A hét egyik legsokkolóbb híre is lehetett volna, hogyha, hogyha nincs a CIA és ez a levél, és hogyha a filmhározatok, meg most már a filmkészítők is nem kezdenek el felállni, a Warner és az AT&T ellen, ugyanis az AT&T eladja a crunchyroll ami tulajdonképpen az elmúlt évek egyik legizgalmasabban fejlődő anime vállalkozása volt, és nem más fogja megvásárolni 1,75 milliárd dollárért, mint a Sony pictures hez tartozó Funimation. Tulajdonképpen erről a Crunchyroll-ról azt érdemes tudni, hogy ez nagyjából egy 3 millió előfizetővel rendelkező bázis csak Amerikában, és kvázi 90 millióval rendelkezik még további kb. 200 országban, 2006-ban alapították, és 10 évbe telt elérni az 1 millió előfizetőt, viszont 2018-ra, tehát két év alatt már meglett a 2 millió, és idén le, tehát újabb két év után pedig meglett a 3 millió előfizetője. Az AT&T pedig nem azért adja el, mert nem hisz ebben az anime platformban, ami egyébként közel... 700 anime sorozattal rendelkezik, és a Crunchyrollnak köze volt az elmúlt évek hat legsikeresebb anime filmjének az amerikai forgalmazásához is. Szóval ők nem azért adják el, mert nem hisznek ebben a platformban, hanem ők azért adják el, hogy csökkentsék azt a sok milliárd vagy billiárd dolláros adósságukat, amivel ők rendelkeznek. Úgyhogy nagyon érdekes lesz, hogy mi lesz akkor, hogyha kvázi a mozi ö, hálózatok fellázadnak ellenük, és azt mondják, hogy gyerekek, nem fogjuk játszani a ti filmjeiteket, tehát 2021-ben sem de utána sem lesznek majd Warner filmek a mozikban. Hát egyrészt szerintem nincs olyan mozgárzat, ami ezt megmeri tenni magának, másrészt pedig akkor is ott van nekik az a megoldás, hogy jó, hát akkor a, a streambe. Szóval iszonyatosan érdekes lesz. Tény is való, hogy, hogyha bárki bepereli a, az AT&T-t, és a Warner médiát, vagy bármi egyéb olyan dologgal próbálkozik ellenük, ami, ami nagyon sok pénzbe kerül, akkor az AT&T nem biztos, hogy jól fog kijönni abból a szituációból. Úgyhogy szerintem érdemes lesz odafigyelni arra, hogy mi fog történni a Warner médiával, mert nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy egyébként, hogy sorokba fogják őket szorítani. És hát bízunk benne, hogy, hogy az AT&T nem fogja eladni, vagy, vagy nem valaki más kezébe kerül, bár nyilván, hogyha nem egy ilyen ennyire üzletorientált kézbe kerülne, mint amennyire az AT&T, akkor lehet, hogy valami szörnyűtösen izgalmas dolgot is ki lehetne hozni ebből a, streaming szolgáltatóból. Ami még nagyon-nagyon izgalmas volt, és szerintem a hét egyik legszívmelengetőbb híre, az pedig az, hogy az Amazon nem kevesebb, mint félmillió eurót, tehát közel 600 ezer dollárt ad az, amerika, az amerika, a németeknek, méghozzá pontosan azért, hogy a szórakoztató iparban dolgozókon tudjanak ezáltal segíteni. Egy ilyen szervezetnek kínálta fel ezt, a, ezt az összeget. Az Amazon iszonyatosan jó fej szerintem ebből a szempontból. Történt a héten néhány berendelés is, amit mindenféleképpen fontos megemlítenem, ez pedig például a legfontosabb, az a felhőtlen Filadelfia, amelyet még négy évre berendeltek, ez pedig azt jelenti, hogy minden idők leghosszabb komédiasorozata eljut a 18. szezonjáig. What? Őrület, őrület. Egyelőre nagyon úgy néz ki, hogy nem, nem lesz trombitorló, ugye sem. Figyelembe hogy a legtöbb szitkom az 10-11 év után, max. 12 év után lehúzza a rólót. Úgyhogy nem semmi. Már idén is egyébként rekorder volt a felhőtlen fili. Hajrá! második évadot rendelt be az NBC a Transplant című kórházas sorozatából, és az HBO is az Industry című szériájából. Nagyon izgalmas hír, hogy Julia Roberts az Apple egy limitált sorozatában The Last Thing He Told Me című produkcióhoz írt alá. Ami szerintem egy iszonyatosan izgalmas dolog, mert Julia roberts et egyrészt mindig baromra jó tévében látni, másfelől viszont ez is egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Egy olyan aspektus, amiről szintén nem beszéltünk, pedig lehet, hogy érdekes lenne, Ugye régen a filmszínészeknek degradált sorozatokban szerepelni, ez a hiszem ma már inkább egy ilyen, egy ilyen fajta privilégium ma hát tulajdonképpen a legnagyobb állistás sztároknak is elvállalni egy-egy akár limitált, akár minisorozatot, vagy akár olyan dolgot, ami, ami nem feltétlenül jár 22 epizódos elfoglaltsággal. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes, hogy a tévéipar az milyen szinten meg tudod változni, és kvázi ez a változás, ez, ez tényleg nem egyik percről a másikra ment végbe, de, de azért egy nagyon-nagyon rövid, kevesebb mint 5 év leforgása alatt szerintem és ez a műsor végig itt volt. végig itt voltunk. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy egy Oscar díjas színésznő, Julia Roberts, aki, aki nemrég csinált ugye egy sorozatot az Amazonon, egy évadot megcsinált egy antológiából, ő most tulajdonképpen Reese Witherspoon Hello Sunshine cégénél fogja majd csinálni The Last Thing He Told Me című produkciót, és ez az Apple-nél fog majd műsorra kerülni. Úgyhogy szerintem ez egy iszony, iszonyatosan izgalmas dolog lesz. Laura Dave és Josh Singer lesznek majd ennek a produkciónak az alkotói, úgyhogy nagyon, -nagyon kíváncsian várjuk ezt a, ezt a produkciót. Én nem magam részéről Julia Roberts miatt amúgy is baromira kíváncsi vagyok rá, úgyhogy hajrá, hajrá! Team Love Story Sokkolta a világot a Disney lehet, hogy ennél találó, találóbb, találóbb is lehetett volna kiválasztani, de valamiért most úgy, úgy tűnik, hogy, hogy, ez volt. Mert engem sok volt egyébként a Disney nagyon durva volt, amikor, amikor, elkezdtem nézni, és bejelentettek, hogy nem kevesebb, mint 10 Marvel és 10 Star Wars projekt lesz, ami majd elérhető lesz a következő években, emellett pedig legalább 15 animációs élőszereplős és Pixar produkció érkezhet a Disney Plus-ra a következő két-három évben belül. Szökezzük le azért, hogy a Disney-nél a nagy bejelentések azok nem 2021-re vonatkoztak elsősorban, mert nagyon sok olyan projekt van, amit 2022-ig nem is fogunk látni, és lesznek olyanok is, amik 2023-ig nem fogunk látni. Nagyon jó érzés valahol az, hogy ezek a különböző stúdiók, vagy különböző részlegek, ezek ennyire előre gondolkodnak, de, de azért... Na no, mindegy. Szerintem ez iszonyatosan izgalmas dolgok derültek ki, a disney a bejelentéseinél. Én nem biztos, hogy a Star Wars vagy a Marvel frontot tartom a legizgalmasabb. Na, sőt, igazából összeállítottam egy ilyen négyes listát, hogy mi az a négy dolog, amire én azt merem mondani, hogy, hogy engem jobban érdekel, mint, mint a Marvelnek és a Star Warsnak a brandjei a Disney Plus kínálatában ami, ami azból a szempontból mindenféleképpen egy tök érthető dolog lesz szerintem, mert ha belegondolunk azért a legtöbb Marvel sorozat az mind szó szerint a limitált sorozat, tehát ez a 6-8 a részes történet, viszont ezeknek nem biztos, hogy lesz második évad, sőt több, mint valószínűleg nem lesz második évad, ugyanakkor be fognak kapcsolódni, kiegészítik a filmes univerzumnak a világát, ami nagyon-nagyon okos, de eljutunk arra a pontra, amikor, amikor már olyan szintű komplexitást fognak össztenni, és olyan sűrűséggel fogják ezt tenni, mert ha belegondolunk, a WandaVision érkezik januárban, márciusban már után rögtön fog érkezni a... mi ez a télkatonája sorozat, ha jól emlékszem, és utána már jön a következő dolog, de közben még lesz is egy film, ha minden igaz, meg a, a fekete összvegyet is bemutatják, szóval nagyon durván zsúfat lesz a márveles szempontból a következő évnek az első fele. És ez nem biztos egy kimutott a jó dolog szerintem. Legalábbis én abszolút, abszolút, nem vagyok ennek a híve. De, de majd meglátjuk, hogy mi kerekedik ki ebből. Főleg azért nem szeretem, vagy nem érdekel engem annyira, mert, mert ugye ezek limitált sorozatok, tehát nem valószínű, hogy fognak kapni második évadot, nem túl valószínű, hogy olyan dolgok fognak majd végbe menni ezeknél a produkcióknál, ami hosszú távon is érdekes tud lenni. De valahol meg pont pont rejlik a szépsége, hogy tulajdonképpen évente új és új, újabb és újabb produkciókat tudnak emiatt piacra tenni, más megvilágításból tudják, hozzájár, más megvilágításból tudnak hozzájárulni az egész univerzumhoz, amit kiépítettek az elmúlt években, szóval azért nagyon sok olyan lehetőség van ebben a metódusban, is, ami iszonyatosan izgalmas, és aminek nagyon kell örülni, de nem tudom, nagyon sok olyan dolog van, aminek én annyira nem kimodatna tudok örülni. Na, de lássuk, hogy mi az, ami, ami szerintem a legjobb volt ebben az egész disney bejelentésem, és oké, hiszed, nem, de ez nem Star Wars, és nem Marvel, és nem is Pixar, hanem az, hogy van ez a kis nigériai csapat, akik néhány sikeres Kickstarter-t tudnak maguk mögött, illetve néhány webképregényük is van, és leszerződött velük a Disney a világ talán legnagyobb szórakoztató iparai óriása, hogy működjenek együtt velük néhány projekten, és ennek a az egyik első együttműködésnek a projektje az nem más lesz, mint az Ivaju című történet. Tehát az afrikai történetmesélés is meg fog valósulni a Disney Plus keretein belül, méghozzá ha jól emlékszem, akkor ez egy animációs, futurisztikus animációs sorozat lesz, Afrikában játszódva, úgyhogy mi nagyon-nagyon kíváncsi leszek arra, hogy mit fognak tudni összehozni. Szerintem teljesen egyértelműen ez volt a legfontosabb hír ebből az egész Disney bejelentésből, mert, mert, ez iszonyatosan izgalmas. Ez, ez nem egy olyan mindennapi dolog, amivel tényleg minden nap találkozik az ember, hanem, hanem wow kategória, szerintem. Majdnem ennyire izgalmas volt, de ebbe, ebbe túl sok izgalmas dolgot én nem feltétlenül szeretnék belelátni, hogy megtudtuk azt, hogy december másodikáig, azt hiszem ez volt a dátum, amivel példáloztak, 86,8 millió előfizetője van globálisan a Disney Plus-nak ami nem egy rossz szám, egyáltalán nem rossz, mert ők, ha jól emlékszem, akkor az első év végre ilyen 60 milliót, 60-70 millió környékére vártak, vagy 50-60 millióra, és azért ahhoz képest a közel 90 millió előfizető, úgyhogy tényleg még csak nagyon-nagyon limitáltan vannak jelen globálisan, egyáltalán nem egy rossz számadat. És hát ugye 2021 lesz az, amikor brutálisan ez a szám, ez, ez, több mint 100 millióval minimum szerintem fog tudni majd növekedni, mert jönnek ugye Európába, mennek Dél-Amerikába, szintén egy hatalmas piacra kell gondolni. Az európai piac sem kimondottan egy kis dolog, úgyhogy, úgyhogy nagyon érdekes lesz látni, hogy hogyan fog tudni fejlődni jövőre a Disney+, Plus, főleg azzal az exkluzív és izgalmas kínálattal, ami, amit összeraktak. Mert legyünk összéték azért a Disney Plusnak az első éve az egy kalapka ki volt, és mégis el tudtak kérni 86 millió előfizetőt. A következő két három év nem csak feltétlenül azok a projektnek köszönhetően, amikből már láttunk trailereket, vagy azoknak a projektnek köszönhetően, amiket most bejelentettek. De mindenféleképpen a következő két-három év a Disney Plus esetében határozottan sokkal, de sokkal izgalmasabbnak ígérkezik, és nem csak azért, mert több százmillió millió dollárt fognak majd, vagy 100 milliárd dollárt szeretnének majd ö, költeni. Ezekre a különböző produkciókra, hanem, hanem úgy, úgy önmagában is egy iszonyatosan durva és hatalmas befektetési lehetőség lesz ez. Igen, 14-16 milliárd dollárt igyekszik majd évig kb. 100 új produkcióba és most itt a szerzői produkciót úgy tessék érteni, hogy ebbe a sorozat epizódok is bele vannak számolva. Tehát egy iszonyatosan durva dolog lesz, és hát meglátjuk, hogy, hogy mi fog ebből majd kikerekedni, de, de, azért ha az ember így belegondol, hogy kb. 15 milliárd dollár fognak éves szinten produkciókra költeni, az azért egyáltalán nem egy kimondatlan rossz dolog lesz, és hogyha ez kell ahhoz, hogy minél több belefizetője legyen a dolognak, akkor, akkor tőlem aztán nyugodtan csinálják. A harmadik legizgalmasabb dolog szerintem, amit egyértelműen az volt, ami, aminek szerintem nagyon sokan örülnek, én nem tartozom köréjük, közéjük, mert én nem szeretem annyira ezt a világot. Engem meglep, hogy a Disney Plus egy ilyet bemene vállalni, de legyünk őszintén, onnantól kezdve, hogy bejelentették azt, hogy lesz egy 18 pluszos szolgáltatás részlegük is, onnantól kezdve szerintem nincs abban semmi meglepő, sőt, nem is lehetne jobb Foxos franchise-al kezdeni az ilyen jellegű produkcióknak a gyártását, mint maga az Alien. Ugyanis az Alien egy sorozatot fog kapni, méghozzá nem is akárkitől, hanem Noah Hawley-től, a Fargo alkotójától, és egyelőre beszélgetnek Ridley Scotttal is, aki lehet, hogy produkt, producerként közreműködne ebben, a, ebben az egészben. Ami egy óriási nagy elképesztően izgalmas dolognak ígérkezik szerintem ebben a pillanatban. Aztán lehet, hogy tévedek. De önmagában az, hogy, hogy a filmes, ilyen filmek tulajdonképpen az első, de a harmadik után egészen biztosan teljesen kimúltak és értelmetlenek. Főleg az évekbeli filmek katasztrofálisan, what the fuck -ok. Érdekes lesz látni azt, hogy, hogy ez tényleg egy olyan franchise, ami, ami sorozatként jobbá lehetne tenni, mint filmként, mert szerintem az Alien alapjáraton egy nagyon-nagyon jó koncepció, egy nagyon-nagyon izgalmas ötlet, de de ugyanúgy, mint hogy a Star Wars is szerintem jobban tud működni filmként, jobban tud funkcionálni filmként, ugyanúgy az én ilyenre is én azt érzem, hogy, hogy sorozatban ez, ezt nem tudnád. De, de a Star Warsnak megvan az a, az a gyönyörű varázsa, hogy, hogy ott tud szélesíteni a perspektíván, ott tudsz olyan dolgokat is beletenni, olyan világokat felfedezni benne, ami iszonyatosan izgalmas. És ugyanezt nem tudod megcsinálni, szerintem semmilyen szinten a, a másik oldalon. Mert, mert ott, ott tényleg absz, abszolút nem lehet elindulni egy ilyen irányba, úgyhogy nem tudom, hogy ez él ilyen sorozat, ez, ez egy olyan dolog, amire az ember azt mondja, hogy várható, város lesz, vagy nem lesz város. Mert meg lehet csinálni, és jól is meg lehet csinálni, csak hát nagyon-nagyon függ, nagyon sok minden függ attól, hogy hány epizódban gondolkodnak, milyen történetben, hány évadban és se mi lehet az egész sztori, mert, mert, ugye egy ilyen filmet nem igazán tudok úgy elképzelni, működőképes alien filmként, hogy, hogy nincs a kerek története, tehát hogy, hogy ne tudják azt, hogy hol lehet azt lezárni, vagy ne tudják azt, hogy mikor, milyen kaliberű spin-offot lehet esetleg kihozni a történetből. Szerintem nagyon sok olyan kérdés van ezekkel a projektekkel kapcsolatban, amikre nem kaptunk választ, nem is fogunk még egy jó darabig szerintem választ kapni, majd meglátjuk. Erre is mindjárt visszatérünk, és szerintem még a legizgalmasabb dolog egyértelműen annyi Pixar filmek voltak. Tehát kaptunk egy trélert, és, egy, egy szívemarkoló jelenetet a szóból. Hát én továbbra is azt mondom, hogy ha hogy ez nálunk moziba lesz, akkor én biztos, hogy el fogok menni rá a moziba. Tudni biztos, hogy nem nyitó nap, tehát, ha tehát hogyha választani kell, akkor valószínűleg inkább itthonról nézem meg a filmet, és majd utána elmegyek moziba, de, de nekem nagyon az az érzésem, hogy, hogy, ez a szól, ez egy olyan mozi lesz, vagy olyan film lesz, amit moziban akarok látni, függetlenül attól, hogy ott látom először, vagy nem ott látom először. Szerintem ennek nincs jelentőség, hogy hol láttad először, annak van jelentőség, hogy a történet milyen hatást tud gyakorolni rád. Hogy a szól képes lesz-e, a képes lesz -e arra, hogy a kukót letaszítsa a legjobb Pixar filmnek a trónjáról. Vagy a Toy Story 3-at. Nagyon-nagyon izgalmas lesz. De, de ezen kívül vannak olyan projektek, amiket, amiket bejelentettek a Pixarnál, főleg a sorozatokra értem, ahol én csak vakarom a fejem, hogy de ezt miért? Meg vannak olyan projektek is, amik, amiket már évek óta pletykáltak. Az én kérdésem továbbra is az, hogy de miért? És bejelentettek olyan filmeket is 2022-re, ha jól emlékszem, vagy 23-ra, amik, amik nem csak, hogy ez miért, hanem igazából tök, tökre érdekelnek. De majd mindjárt jobban belemerülünk ebbe ezekbe a részletekbe. Kezdjük a legelején. Méghozzá nem is máshol, mint a... Hogy is hívják, ne? <laughs> Na, azt jól meg azt mondtam. Szóval kezdjük, kezdjük a Lucas filmnél, és nézzük meg azokat a produkciókat, amiket, amiket oda jelentettek be. Nálam egyértelműen a number one pozíciót az egy projekt foglalja el, ami egyrészt nagyon-nagyon sokak által nagyon-nagyon régóta várt projekt volt, másrészt, amikor megjelent a mandalorian figurája, akkor tudtuk, hogy meg fog történni. Napok kérdése, vagy akár hetek, vagy hónapok, vagy évek kérdésére lehetünk tőle, de tudtuk, hogy meg fog történni valamilyen módon. Ami, ami szerintem az egyik legizgalmasabb, ha nem a legizgalmasabb Star Wars karakter, akire még én is, mint nem Star Wars rajongó -ra azt tudom mondani, hogy na ez a sorozat, ez látható ténylegesen érdekel. Ez pedig nem más, mint az Ashoka. Ashoka tanú sorozat, ami, ha minden igaz, akkor David Filoni fog majd írni, és ez is egy limitált sorozat lesz Rosario Dawsonnal a főszerepben, de Filoni és John Farf pedig a producerei lesznek ennek a produkciónak. Szerintem ezzel nekem teljes egészében eladták ezt az egész dolgot, én innentől kezdve benne vagyok, jöhet, kíváncsi vagyok rá, érdekel, valószínűleg ez lesz a kedvenc Star Wars cuccom, like ever, de, ha nem is, akkor is mindenféleképpen nagyon-nagyon pozitívan fogok gondolkodni erről a projektről, mert végre valami, ami engem is tud érdekelni. Mondom mindezt úgy, hogy kb. 10 éve nem néztem a klónok animációs sorozatot, de azok ennek a figurája az, az halál pontosan az volt, aki, aki azóta is velem van, aki, akit nem felejtettem el. Szembe mindenki mással, Oké, okay, arra sem emlékszem még, hogy Obi-Wan meg Anakin is benne voltak, de rajtuk kívül és tényleg senkire nem emlékszem, hogy ki vagy mi volt benne, úgyhogy, úgyhogy ez mindenféleképpen nagyon örvendetes hír lesz. Aztán fogunk kapni egy Rangers of the New Republic című történetet, ami ha minden igaz, akkor a Mandalóriainak az idős fog majd játszódni. élőszereplő sorozat lesz, John Favre és David Filoni lesznek majd a producerei ennek is. Hát egy ilyen, ha minden igaz, akkor valami komolyabb, témájú, vagy történetű dologról fog majd szólni. Igazából engem sem a címe, sem maga a dolog nem tud olyan szinten még csak megérinteni se, hogy, hogy különösebben érdekeljen a történet. Az Andor már elkezdték két hete forgatni Londonban, ezt úgy írták körül, mint egyfajta kém thriller, amit Tony Giroy készített, és 2022-ben fog majd csak megérkezni a Disney Plus kínálatában Diego Luna lesz majd ennek a sorozatnak a főszereplője, méghozzá egy lázadó kémként, akit ugye Cass Cassian Andor, akit, akivel mi először a... hú, mi volt a... hú, uh, Zsivány egyesben találkozhatunk először, és vadonatúj szereplő gárdával fog majd kémkedni. Itt lesz Telen, Skazgard, Adria Arjona, Fiona Shaw, meg még egy pár kimondhatatlan nevű, egyébként baromra jó hós tehetséges színész, akiket nem nagyon ismerek. Aztán ugye meg fogjuk kapni az obi -Wan kenobi is sorozatot, és Juan McGregorral. Ezzel kapcsolatban az volt a legfontosabb bejelentés, hogy egyrészt a címe az obi -Wan Kenobi, ezt hivatalosan is megerősítették, a másik pedig is ennél szerintem sokkal fontosabb dolog az az, hogy Anakin Skywalker, azaz Darth Vader, pontosabban Darth Vader szerepében vissza fog térni, majd Hayden Christensen is én ennek valamire örülök, mert Haydent én kb. azóta nem sok mindenben láttam, és annál többet nem is tudok róla azóta sem, hogy, hogy ő Rachel Bison gyerekének az apja. Pont. És hogy nekik egy ilyen tíz éven keresztül volt egy ilyen seveletsen nélküled típusú kapcsolatuk. Érdekes, érdekes lesz, hogy őt visszahozzák, és Darth vader hozzák vissza. Mindent a közben engem abszolút érdekel ez az obi sorozat. Egyébként néhány nappal ezelőtt Twitteren pont egy olyan Triumvirátus jutott, vagy uh, került elém. hogy jön meg Gregor jó néhány évvel ezelőtt, tehát ilyen kb. 8-10 évre, tessék gondolni. Úgy nyilatkozta, hogy ki nem állhatja hát a, a Star wars és hát a Star Wars rajongói a legrosszabbak, mert csak azért akarnak tőle egy aláírást, hogy utána az interneten jó sok pénzére eladják ezt a dolgot. És, és ugye tavaly, azt, azt, hiszem, tavaly vagy tavaly előtt volt egy mm. vállása, és a vállása során a felesége az vitte értelműsorúan a vagyonának a felét, és ebből kifolyólag hát nem egy kimondottan kellemes anyagi helyzetbe találta magát Mr. Obi-Wan Kenobi, és onnáltak a Star Wars az atya úristen, és aláírta erre az Obi-Wan Kenobi mm. úgyhogy és ezután nagyon-nagyon izgatott, hogy, hogy visszatérhet, és nagyon örül annak, hogy Hayden Christensen is benne lesz ebben a produkcióban, igen. Ez az, amikor mindenki a pénzért csinálja a dolgot, és innentől kezdve az emberben felmerül a kérdés, hogy akkor ez biztos, hogy jó lesz. Aztán fogunk kapni egy The Bad Batch című, nagyon izgalmas klónokat követő történetet. A Bad Batch figuráit egyébként a, a mindig az akarok klónok háborújában Ismertük meg, és a klónok háborújában játszották ők különösebben fontosabb szerepet. Animációs sorozat lesz, ami majd a Disney Plus-ra fog érkezni, valószínűleg 2022-ben lehet erre is, erre is majd számítani. Fogunk kapni Star Wars Visions című vadonatúj, messzi-messzi galaxis bemutató Star Wars dolgot, ami tulajdonképpen animációs rövid filmekből fog majd állni, és Tulajdonképpen erről azt érdemes tudni, hogy az anime világában fog játszódni. Tehát az anime stílusban fog majd játszódni. Egy ontológiai produkció lesz, ami, ha minden igaz, akkor tíz nagyon tehetséges alkotónak és japán anime a terméseit fogja hozzátenni a Star Wars mitológiához. Ez egy, abból a szempontból nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy egyrészt így könnyebb lesz betörniük a japán piacra, másrészt pedig baromi érdekes lesz látni a japánoknak a Star Wars-os történeteit, szerintem. Érdekes volt, hogy bejelentettek egy Lando című sorozatot is, ami értelmeszerűen Lando Carissian-ról fog majd szólni. Semmit az a világon nem tudunk arról, hogy ez egy limitársorozatként sorozatként van meghirdetve és hogy a Dear White People alkotója Justin Simian fogja majd készíteni, aki magában is iszonyatosan nagy Star Wars rajongó, és ez még gyerekcipőben jár ez, ez a produkció, de nyilván nem lehet még tudni azt, hogy bárki is az eredeti, eredeti Lando közül vissza fog-e térni um, erre a projektre, vagy sem. Aztán fogunk kapni egy Acolyte címre keresztelt produkciót, ami, hát, igen, ez egy, megint csak egy nagyon érdekes történet lesz, egy ilyen misztikus, thrilleresebb irányba fogja elvinni ezt a, hogy mondjam, ezt a kétes erkölcsű titkos ügynökséget, vagy mi az Isten? Szóval igen, ez, ez, egy olyan projekt, amire, amire, azt tudom mondani, hogy majd, hogy nem már érdekel, de még nem igazán, amíg nem látok belőle semmit. Aztán fogunk kapni egy Druid Story címre keresztelt produkciót, ami, ha minden igaz, akkor animációs. Bár, bár nem, nem, nem emlékszem konkrétan, hogy, hogy megerősítették volna, hogy ez animációs sorozat lesz. Minden esetre az megmaradt bennem, hogy Arthur Dito és Sripio lesznek majd ennek a főbb produkció, és az ő izgalmas küldetésüket láthatjuk majd ebben az új produkcióban, ami, ha minden igaz, akkor lehet, hogy egyébként az animációt és a vizuális effekteket fogja majd valamilyen szinten különösebben új szintek emelni, legalábbis valami ilyesmit mondtak, ha jól emlékszem. Ezen kívül pedig ugye a Viló sorozatot is majd el fogják készíteni, ami 2022-ben fog érkezni a Disney Plus-ra. Ugye ez Ron Howard 1988-as filmjén fog alapulni, és ez csak, azért jutott egyébként eszembe, mert ugye Taylor Swiftnek a legújabb dalának a, klipje, a klipjének a címe az a Viló. <laughs> szóval, igen, kicsi a világ, maradjunk ennyiben. Szóval, már csak nagyon gyorsan végigzongorázom, Kapjuk ugye januárban a WandaVision-t, erről már mindent tudunk. Január 15-én fog debütálni a Disney Plus kínálatában, majd március 19-én érkezik a sólyom és a télkatonája, ami antológiai sorozat le, vagy antológiai beszélgő hülyeségeket, egy uh, rövid sorozat lesz Anthony Mackie és uh, Sebastian Stan főszereplésével egy ilyen buddy comedy, sábi jellegű dolgot kell majd elképzelni. Valahol kíváncsi vagyok rá, de valahol egy abszolút nem tud érdekelni, pedig visszahozzá menni Van Cappett is, mint Sharon carter úgyhogy uh, nehéz kérdés, nehéz kérdés, hogy mi lesz vele. Aztán mutattak dolgokat a Loki című sorozatból, és ami majd májusban fog érkezni. A helyzet az az, hogy Tom Hiddleston annyira jó ebben a szerepben, hogy már majdnem sikerül neki eladnia nekem ezt a Loki sorozatot, mert elég érdekesnek fog tűn tűnni. Aztán fogunk kapni egy What If című animációs sorozatot, ami 2021 nyarán fog érkezni, tehát sorra jönnek ez, a, ez legalább négy sorozat, ami egymás után fog majd érkezni. Értem szerintem, mi, mi lett volna, ha című történeteket fogja majd kidolgozni, de, de elnézve az animációt, így, amit a trailerből láttunk, hát ez gyerekeket hát azért, na arra már hány éve dolgoztak ezen a projekten, és hát, <laughs> tényleg egy disney, disney ez a, ez a legjobb, amit, amit nyújtani tudnak, szóval iszonyatosan bizarr. Valamikor 2021 végén fog érkezni a Miss Marvel című sorozat, ami a 16 éves pakisztán-amerikai New Jersey-ben élő fiatal lányról, Kamala fog majd szólni, én egyébként a képregényt ezekből nagyon-nagyon élvezem, mert iszonyatosan jó volt az, az első, nem is tudom, 18-19 füzete, ami, ami 2000, mikor, volt, mikor debütált, ez a karakter 15-ben, azt hiszem, 15 környékén debütált. Baromira jó volt, mert, mert nagyon sikerült megragadni azt, ami, ami szerintem egy jó szuperhős történethez kell, és amivel nagyon-nagyon ritkán találkozunk, és ugye itt kiderült, hogy Imán Velani lesz majd a főszereplője a történetnek, sőt, mi több, azt is megtudtuk, hogy ő lesz az első olyan karakter, aki, a sorozat, aki saját sorozatot kap, és innen megy majd át az MCU-ba. Úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon izgalmas dolog lesz. Én mindenféleképpen nagyon-nagyon izgatott vagyok miatta. Mondom mindezt úgy, hogy abszolút nem vagyok pakisztáni, amerikai, és abszolút nem tudnak általában engem ezek a dolgok érdekelni, de ez valamiért mégis csak úgy tűnik, hogy ez egy baromira jó kis produkció lesz. Aztán szintén 2021 végén fog érkezni a Hawkeye, az a Shoyam azt hiszem ez a neve, a karakternek Jeremy Rennerrel, és hát ugye megerősítették azt, hogy két bishopot Haley Steinfeld fogja majd játszani. Iszonyatosan várom Stain, uh, Hailey Steinfeld miatt ezt a, ezt a produkciót, de amúgy meg abszolút nem tud érdekelni a dolog, tehát, tehát én nem, nem, vagyok abszolút egy nagy Marvel fan, de, de két bishop karakterével azért én is szívesen találkoznék kacsintás. Aztán 2022-ben fog érkezni egy she -Hulk című produkció, ahol hiába derült ki már hónapokkal ezelőtt, és takatta le a színésztője, csak megerősítés nyert, hogy Tatjánya Maslány lesz majd ennek a she a főszereplője, és Mark Ruffalo is vissza fog térni, sőt, mi több, még Tim Roth is látható lesz majd ebben a történetben, aminek a főírója Jessica Gao, a rendezői között pedig Kat Koiro és Anu Valia is megtalálható lesz. Érkezik majd a Moon sorozat a Disney Plus-ra Mohamed Diab rendezésében. Ez egy akciókalan sorozat lesz, úgyhogy szerintem ez egy iszonyatosan izgalmas történetnek ígérkező projekt lesz. Fogunk kapni egy Secret Invasion című történetet, ami ha minden igaz, akkor Samuel Jackson Nick Fury-ével fog majd elsősorban fókuszálni, vagy ő lesz benne ez egyik kulcsfigura, és ez azért egy iszonyatosan nagy jelentőségű történet, mert tulajdonképpen a Marvel képregények világában a Secret Invasion volt az utóbbi évek egyik legfontosabb története. Úgyhogy érdekes lesz látni, hogy ez megelvelendik. Szintén nem kimondottan nagy újdonság, de azért örülünk, hogy hivatalosan is megerősítették, és nem csak találgattak és tagadták éveken keresztül, hanem végre kimertek mondani, hogy lesz egy Iron Heart sorozat is. Méghozzá, ha minden igaz, akkor Dominic Thorn fogja majd játszani Riri Williams figuráját, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi leszek erre a sorozatra, mert ugye ez a női vasember lesz tulajdonképpen, akit nem néhány évvel ezelőtt nem akar hűséget mondani, de mintha hogy a Bendy szalkotta volna meg a Marvel számára, és, és már nagyon-nagyon régóta beszéltek arról, hogy Tony Stark után valószínűleg Riri Williams fogja majd átvenni ezt a szerepet, és ez azért is egy iszonyatosan izgalmas projektnek ígérkezik, mert a következő, amit bejelentettek, az az Armor Wars címre keresztelt produkció, ahol Don Chill vi fog visszatérni James Rhodes, azaz um, War Machine szerepében. Tulajdonképpen ez az egész történet, az azt fogja feldolgozni, hogy mi történt, miután um, hát Fogalmazok úgy, hogy Tony Stark már nincs többé. Nyilván az eredet sokkal komplexebb a történet is maga, de, de, én próbáltam, igyekeztem minél jobban leegyszerűsíteni ezt a dolgot. Szóval érdekes lesz ez a két sorozat, kvázi, hogyha lenne eszük, akkor valószínűleg tényleg egymás után mutatnánk be, és nem hosszú, hónapok, hosszú hónapos kiadásokkal, de, de ez tényleg két olyan produkció produc lesz, aminek szerintem lesz értelme. Ha van eszük, akkor azt fogják csinálni, hogy a Miss Marvel-t, a Sihánkat és az Iron heart is tévésorozatként hagyják még egy pár évig futni, Mielőtt csak filmeket készítenének velük, vagy azt csinálják, hogy pár évente csinálnak egy-egy ilyen limitáltabb sorozatot. Mind a kettő szerintem egy baromira jó dolog, mert ehhez mert három olyan női karakter, akik szerintem baromira jók, és megállják őket. Aztán azt is bejelentették, hogy két uh, galaxis is lesz történetben. Az egyik az az I Am Groot címre keresztelt, uh, értelemszerűen Baby Groot történeteiről szóló ilyen, uh, hogy mondjam, hívják ezeket? Rövid történetek. Rövid filmes történetek lesz, majd, amiből egyre több lesz látható egyébként a Disney Plus kínálatában. És fogunk kapni egy tévéfilmet, ami kifejezetten 2022 karácsonyán fog majd debütálni a Disney plus on és ezt James Gunn fogja rendezni, méghozzá Guardians of the Galaxy Holiday Special címmel. James Gunn írja és rendezi ezt a, ezt a filmet, és ezt együtt forgatják a harmadik galaxissal. Úgyhogy nem szívesen lennék James Gunn most. Tehát, tehát ő neki most promotálni kell nagyon keményen a Suicide Squadot, és ez azért az öngyilkos osztal, a bemutatója sem most van, és már forgatja, forgat két uh, galaxis, tehát uh, igen, tehát ott, ott, ott valami nagyon durván jó biznis sikerült neki <laughs> kibuliznia. Ezek voltak a legfontosabb hírek így a Marvel házatáján, most nem megyünk bele egyébként a filmekben, hogy, hogy ott mi történik, nyilván lesz Captain Marvel 2, nyilván kapunk egy uh, Ant-Man 3-at, Doctor Strange 2-t, uh, filmekkel kapcsolatban tulajdonképpen én nagyon-nagyon kevés uh, tényleg érdekes dolgot találtam. Tulajdonképpen annyit, hogy a Dr. Strange 2-be visszatér Rachel McAdams, Christian Bale benne lesz a Thor 4 még lesz a főellenség, vagy ha jól emlékszem, Jamie Alexander szintén visszatér a Thor viszont a karakter egy pedig nem biztos, hogy csak ebben az egy filmben. Láthatjuk majd, úgyhogy szerintem szer talán ezek voltak a legizgalmasabb és legérdekesebb dolgok, amiket így a különböző, nem tudom, részlegektől bejelentettek. Ja, és miért elfelejtem, ne feledkezzünk el arról sem, hogy fog érkezni egy fantasztikus négyes mozifilm, azaz a Fox integrálása megkezdődik az MCU-ba, és a fantasztikus négyes lesz az első olyan Fox property, akik meg fognak majd jelenni MCU-ban, aminek szerintem nagyon-nagyon sokan örülünk, hiszen azért mégiscsak az egyik legikonikusabb, tulajdonképpen márveles család, vagy márveles történet lesz, akik, akik valószínűleg inkább majd a hatodik felvonást fogják előkészíteni, az azt, azt hiszem, az, az jön már nekik, ugye? Szóval mindenféleképpen egy iszonyatosan izgalmas dolog lesz. Nyilván ez nem most idén vagy jövőre fog megtörténni, hanem, hanem egy kicsit azért később fog bekövetkezni, viszont most már legalább biztosan tudjuk azt, hogy a Fantasztikus 4-es pár éven belül egészen biztosan újra látható lesz a mozivásznon, amihez kapcsolódik egyébként, hogy Alfred Molina aláírta a Pokémon 3-hoz, ami ugyan Sony, és nem sok köze volt hozzá, de azt hiszem ezen a héten jelentették be ezt is, illetve Kirsten Dust és Andrew Garfield is visszatérnek a Pokémon 3-ba, úgyhogy kapunk egy iszonyatosan izgalmas, multiverzumos történetet, ami állítólag valamilyen úton, módon, majd, ha minden igaz, akkor a Dr. Strangehez lesz valami köze, vagy lesz valami kötődés a két dolog között, és ezek után pedig nem lepődnék meg azon sem, hogy Jessica albáikat majd valamilyen alternatív valóságban esetleg újra viszont láthatnánk a vásznon, de nyilván ez egy vadonatúj szereplőgárdával lesz megáldott produkció, úgyhogy olyan várjuk majd azt, hogy kiket fognak castingolni a Fantasztikus négyes filmbe. Lássuk a pixar mert a Pixar is egy baromra érdekes történet egyébként. Az Inside Pixar egy vadonatúj dokumentum sorozat lesz, ami segít majd egy kicsit bekukantani abba, hogy hogyan is készülnek ezek a Pixar filmek. Öt epizódja már elérhető, és hamarosan érkezik majd a többi, azt, azt nem ezt mondták. December, karácsonykor érkezik ugye a Soul, a Lelkismeretek című film, amit én brutálisan várok, és ezelőtt lesz a Bur Burrow című filmecske, ami egy vadonatúj rendezőtől fog majd érkezni, és ami szintén a Disney plus on lesz elérhető december 25-én. Ez pedig egy fiatal nyuszikáról fog majd történni, de ennél többet nem mondok, mert hát maradjunk annyival, hogy, hogy Pixar, rövid filmeket azokat, azokat élvezni kell, és úgy, hogy nem tudunk róluk semmit az a világon. Ezt egyébként Madeline Sarafian rendezte, úgyhogy meglátjuk, hogy ez a fiatal tehetség, ez mire lesz képes. Aztán jövőre fogunk kapni egy Pixar Popcorn című filmet, ami, vagy produkciót, ami januárban fog majd érkezni. Ez is rövid filmeket fog majd jelenteni, illetve eredményezni, méghozzá vadonatúj karakterekkel és vadonatúj alkotókkal. Úgyhogy a Pixar úgy tűnik, hogy kezdi kinőni azt, hogy egy évi egy vagy két filmet csinálnak, és, és tényleg megpróbálnak lehetőséget biztosítani nagyon sok más kreatív alkotónak is. És ezért egy 25 év után szerintem ez egy gyönyörű gesztus. Aztán három iszonyatosan érdekes, izgalmas, nem? Nem tudom, milyen sorozat fog majd érkezni. Az egyik a Dug Days. <laughs> Dug Days. <laughs> így még rosszabb. Na egy, Szóval a Dag Days az a felből megismert Dag nevezetű kutya, és gazdája az idős bácsi történetét fogja majd elmesélni. 2021 őszén fog majd érkezni a Disney Plus kínáltába. Érdekes lesz szerintem ez, amit egyébként Bob Peterson ír és rendez streaming szolgáltató számára. 2022 őszén fog majd érkezni az első Verdák sorozat a Disney Plus-ra, és ezért értelemszerűen mcqueen és a legjobb barátjának a történetét fogja majd követni méghozzá egy amerikai road trip keretén belül. Azt ígérik egyébként ezzel a projektek kapcsolatban, hogy nagyon sok muris új karakter fog majd bemutatkozni, szép helyeket fogunk majd látni, és igazából Steve Purcell, aki, aki írt ezt a produkciót, ő, ő, majd megpróbálja ezeknek a, az utazásos történeteknek visszaadni azt az ízét, ami egyébként például a kultúra és hasonló filmeknél még megvolt, aztán azóta szépen sorra elveszették, és mert az emberek nem is nagyon élvezik az ilyen kaliberű túrákat tulajdonképpen. Aztán érkezik majd 2023-ban a Disney Plus-ra a Win or Lose című vadonatú, eredeti ötleten alapuló Pixar hosszú sorozat, hosszú, hosszú alatt egyébként azt hittem, hogy 20 perces, mert hát az, az is majdnem olyan, mint a hosszú, szóval egy 20 perces sorozat fog majd érkezni, és ha minden igaz, akkor ez azért lesz nagyon különleges, mert minden egyes epizódja más karakterek közé fog majd épülni, ezt, hogyha jól emlékszem, akkor uh, Kerry Hobson és Michael Yeats fogják írni és rendezni ezt a produkciót, és ez nagyon sok mindenről fog szólni, elsősorban komédia lesz, a szerelemről, a vetélkedésekről, és a kihívásokról, amikkel a mindennapi életünk során találkozunk. Tulajdonképpen, hogy az ember belegondol, akkor teljesen egyértelmű, hogy valahol ez tűnik az egyetlen eredeti, és tényleg minden szempontból iszonyatosan izgalmas Pixar produkciónak. Legalábbis én abszolút így vagyok vele, mert szerintem tényleg ez a legegyértelműbb és leg, legígéretesebbnek tűnő Pixar produkció, hogy a következő évek kínálatából, legalábbis így elnézve a szoba jöhető lehetőségeket. <laughs> Jó, persze. Nyilván azért, azért ennél több van, és ennél jóval több van, vagy akadhat a pixelnek a kínálatában, de, de ha teljesen őszintén akarunk lenni, akkor azért be kell látni azt is, hogy van egyfajta romantikus gondolat szerintem abban, hogy milyenek is ezek a Pixar filmek, és milyenek ezek a Pixar produkciók. Illetve, ami még nagyon fontos lehet, és ha már úgyis a Pixarról beszélünk, akkor szerintem mindenféleképpen nem menjünk már el szó nélkül a mellett sem, hogy bejelentették a következő két évnek a filmjeit, és azért szerintem itt is bőven lehet találni olyan filmeket, amik, amik iszonyatosan izgalmasak tudnak majd lenni, mind rövid, mind pedig hosszú távon. Ugye egy kicsivel többet is megtudtunk a Lukáról, ami, ami szerintem mindenféleképpen egy iszonyatosan izgalmas produkció lesz majd a következő években, vagy következő évben, következő évben, illetve azt is megtudtuk, hogy 2022-ben fog érkezni a Turning Red című produkció, ahol van egy főszereplő lány, aki majd át fog tudni alakulni, amikor azt hiszem dühös. Val valami egészen mássá. Egy ilyen nagyon-nagyon, hát olyasmi, ha jól emlékszem úgy érte körül uh, Pete Doctor, hogy, hogy hulk fog válni, de háknak egy sokkal um, cukibb változatában, mert, mert úgy néz ki kb. mint egy mókus. Mint egy nagyra nőtt mókus. 2022 nyarán pedig megkapjuk a Lightyear címre hallgató filmet, ami ha jól emlékszem, akkor Buzz lightyear fog majd foglalkozni, de nem egészen úgy kacsintás, ahogy az ember elvárta volna, hogy ez nem egy Toy Story spin-off lesz, hanem, hanem kvázi annak a dolognak, amit ők annak idején elképzeltek, mint egy Lightyear nevezetű projekt, amiből ugye ez a figura származik, annak fogják elmesélni az eredet történetét. És szerintem ez akár onnan is közelítjük meg egy iszonyatosan izgalmas és érdekes téma is lesz egyben, úgyhogy, úgyhogy én mindenféleképpen tűkönülve várom már azt, hogy mi fog kikerekedni ebből a Pixar produkcióból. Szerintem messze menőleg ők, ők nyomták ide ki a legjobb tartalmakat, és szerintem messze ők kínálják a legjobb lehetőségeket az ember számára ar arra, hogy minőségi tartalmakat kapjam. Legal legalábbis én abszolút, abszolút így érzem, most, hogy túl vagyunk uh, rengeteg mindennek a bejelentésén. És akkor gyorsan még pár szót, vagy pár gondolatot ejtenék arról, hogy milyen projekteket tervez a Disney Animation is, mert azért ők is terveznek jó néhány dolgot. A Disney Animations, illetve hát a Disney nagy általánosságban, beszéljünk egy kicsit, még mielőtt rátérnénk az animációs részére, elkészítik a Hocus Pocus 2-t, amire most nem ugrik be a magyar címe, elkészítik a Három Férfi és egy Bébi filmet, ami 80-as években, ha jól emlékszem, az év egyik legsikeresebb filmje volt abban az évben, amikor debütált. Fogunk kapni, éve már kaptunk a Safety című filmet, ami aztán most... A héten debütált egy sporttörténetet, ami ami nagyon-nagyon szívbemarkolónak nézett ki az előzetes alapján. Fogunk kapni jó néhány más ö, projektet, amik, amik a sport körül fognak ö, forogni. Aztán fogunk kapni egy Flora and Ulysses című komikus kaland történet adaptációt, ami tíz éves lányról, Flóráról fog szólni, aki egyébként nagy képregény van, és egyébként baramgyacénikus. Úgyhogy ö, ez egy sikerregény történet lesz egyébként, amit majd alkalma, amit adaptáltak, és ez február 19-én fog majd debütálni. Aztán fogunk kapni egy tucatjával olcsó filmet, és ami 2022-ben fog majd debütálni, és ha minden igaz, akkor Gabriel Union lesz majd ennek a filmnek az egyik főszereplője, és Kenya a Black Isnek az egyik producere lesz ez a projekt mellett, úgyhogy több mint valószínű, hogy ennek több köze lesz a tucatjával olcsóhoz, ugyanis köztudott dolog, hogy a feketék azok valamilyen szinten kicsit jobban termékenyebbek, mint a fehérek, és azért emlékszünk a 2000-es 2000 évek közepén környékén, Steve Martin és Bonnie Hunt készítették el a tucatjával olcsóbbnak az első és második részét, brutálisan gigászi szereplőgárdával uh, Hillary Hilary Duff, Tom Welling, és még sorolhatnánk, hogy voltak ezekben a filmekben. Én nagyon szerettem őket, de hát nem, nem voltak kasszarobbantó dolgok, illetve visszatér a Diary of Wimpy Kidd című produkció, és méghozzá egy vadonatúj, kicsit kicsit modernebb, külsővel megáldott 2021-es Disney Plus film keretein belül is. visszahozzák a Jégkorszagot is, méghozzá a dic The Ice Age Adventures of Buck Wild címre keresztelt, tulajdonképpen spin-off-fal fognak majd új életet lehelni 2022-ben ebbe a projektbe, és Simon Pegg pedig vissza fog térni back hangjaként ebben a történetben, aztán érkezni fog az Éjszaka Múzeumban is a Disney Plus-ra, viszont ezúttal animált formában, ha jól emlékszem akkor azt mondták, hogy Sean Levine vissza fog térni ehhez a produkcióhoz, ez valamikor 2021-ben fog majd bemutatni, aztán fogunk kapni egy csippés dél, történet és 2022-ben, ahol Seth Rogen fog majd kemeozni, jön majd a Pinocchio és Robert zemeckis és Tom Hanks főszereplésével, itt kapjuk meg a Peter és Vendit, Peter Pan és Vendit, ahol ugye Yara Shahidi lesz majd um, Tinkerbell, az Isten, nem fog eszembe bejutni a nevébe. És Jude Law lesz pedig hukapitány, szóval ez, 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 tipikusan az a film, ami már mosasodébe sem hangzik. Illetve folytatást fog kapni végre valahára bűbá is, a Disney Plus-on, és Amy Adams vissza fog térni ebbe a szerepbe, sőt, még Whoopi Goldberg is vissza fog térni az apácsosó harmadik felvonására is. Ezek mind-mind olyan filmes franchise-ok -ok alapján készülnek el, amiket korábban mozikba vetítettek, és amik korábban mozikba egyébként nem kevés pénzt tudtak termelni. A kérdés tehát adott, miért zavarja az embereket, hogy a Warner nem csak franchise-okat dob a mozikba, amik egyébként az ő sajátjai, hanem, hanem más produkciókat is. Amikor a Disney Plus halálpontosan ugyanezt csinálja, csak ők, jó, nyilván sokkal kisebb büdzsével rendelkeznek ezek a produkciók, és hát nyilván előre bejelentették azt, hogy hát gyerekek azért ez, ez tény is való, hogy ezek ide fognak majd érkezni. Igen. Ez, ez valóban így van. De azért tegyük hozzá, hogy azt is megerősítették, hogy a Ryan the Last Dragon is egyaránt a streaming szolgáltatón is fog kikötni a mozi mellett, március 5-én 2021-ben, úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon izgalmas dolog lesz szerintem. Nálam mindenféleképpen a Raja és az utolsó sárkány 2021 legjobban várt animációs filmjeik közt. Legrosszabb esetben is a második, de inkább most azt mondom, hogy az első, és a második nálam a Luka. Úgy érzem, most így hirtelen. És érdekes ez a modell is, amit a Disney-nél is mondta, itt rá is kérdezett egyébként az egyik befektető, hogy, hogy, hát ez mégis hogy, hogy van, hogy így egyszer, és hát mondták, hogy itt nem lehet tudni azt, hogy márciusban mi lesz a mozikkal, és hát Tulajdonképpen ők ennyivel le is tudták ezt a kérdést. Aztán fogunk kapni egy BIMAX című sorozatot 2022 elején, ez ugye a hőshatosból megismert BIMAX karakterek köré fog majd épülni, és ez lesz a Walt Disney Animations-nek az első animációs sorozata, ami San Francisco városában fog majd játszódni. Fogunk kapni egy Zootopia Plus című produkciót is, ahol tulajdonképpen rövid filmeket fogunk kapni, uh, Trent Cori és Josie Trindy Dad lesznek majd ennek a rendezői, és uh, itt tulajdonképpen iszonyatosan izgalmas lesz, mert uh, olyan figurák bőrébe láthatunk majd bepillantást, mint a na la... jó, jo jó... Sán... beszélő lajhár! Vagy itt lesz a, 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 az, az a, a tánc tánztan, tanárnő Tigris, meg, meg még egy-két másik karakter. Ez, ez 2022 tavaszán fog majd debütálni. Kicsit csalódott vagyok, hogy olyan sokáig kell majd várnunk erre a produkcióra, na mindegy. A korábban említett Ivy vagy is fog majd érkezni, méghozzá szintén 2022-ben, mint az első afrikai történet a Disney kínálatában. Fogunk kapni egy Moana sorozatot is 2023-ban, méghozzá műzikelesebb jellegű történet lesz ez, ha hinni lehet a bejelentéseknek. Kíváncsi leszek rá, hogy mit fognak kihozni. Szerintem a Moana az nekem pontosan az a film, az, azon kevés Disney animációs közé tartozik, amit vagy nem láttam, vagy nem emlékszem rá, hogy láttam. Úgyhogy, úgy nem tudom, hogy hány eden állok én ezzel a filmmel, pedig hát játszódik, és baromira kedves és szeretető figurával a középpontjában. És talán a minden idők legnagyobb meglepetése is a Disney animation fog érkezni, de szintén 2023-ig kell várni rá. Ez pedig nem más, mint a Diana című szintén 20 perc körüli musical, komédia, szerűség, ami tulajdonképpen Maldónia királyságában fog elkalauzolni bennünket, ahol Tiana-nak és az ő szeretett New Orleans városkájának a történetét ismerhetjük meg a Walt Disney Animations stúdiótól. Na most, hogyha valakinek nem ringatja meg a halangjait Tiana figurája, akkor mindenféleképpen muszáj leszögeznünk azt, hogy... Tiana hercegnő és a béka című történetben volt főszereplő. Hirtelen nekem sem ugrott be. Pedig, pedig, az egyébként az nagyon érdekes ezzel a történte kapcsolatban, hogy ez nem is egy rossz, nem is egy kimondottan rossz um, filmecske. És valamiért mégsem volt az, ami, ami, úgy megmaradt az emberben, hogy hú, hát, ha azt mondott, hogy Tiana, akkor én azt mondom, hogy a hercegnő és a béka. Na, körülbelül ezek voltak azok a dolgok, amiket a Disney bejelentett most ezen a héten, és nagyon durva, mert egyébként a hírlesemből ki is felejtettem azt, hogy Emma Stone egyébként aláért egy sultáimos mini sorozathoz. De, de, ez olyan szinten el tud törpülni, amikor a Disney ennyi mindent jelent be, és ilyen gyorsan. És kvázi itt 2023-ig mi kaptunk egy nagyon-nagyon jó átfogó képet arról, hogy a Disney Plus kínálata brutálisan erős lesz. 2021 -e elsősorban a marvel fog még kedvezni, Viszont 2022-től, amikor beindulnak ez a, ez a, rengeteg Star Wars projekt, akkor onnantól kezdve már nem mondhatják el magukról azt, hogy mi fog történni. Teh tehát onnantól kezdve ez már nem lesz egy annyira exkluzív világ Marvel rajongók számára, mint amennyire 2021 első fele. Mondom mindezt úgy egyébként, hogy baromira sok történet lesz, és valószínűleg egyébként az lesz majd a nagy, -nagy taktika, mert nyilván a Pixar meg a különböző animációs projektek azok, azok inkább egymásra lesz, egymásnak lesznek váltópartnerei, partnerei, és próbálnak meg majd valamiféle egységességet kialakítani. Ha nem random dobják ki az összes epizódot. De a Star Wars és a marvel Marvelnél szerintem maradnak a heti modellnél, és tuti biztos, hogy felváltva. Egy Star Wars egy Marvel projekt. És így simán ki tudnak tölteni 2022-től egy egész évet akár. Úgyhogy úgy, nyáron nyilván van egy két-három hónapos szünet, mert azért az. Nyáron azért valószínűleg jóval kevesebben fognak majd ö, streamet nézni, talán gondolom én, naívan, mint, mint mondjuk az év többi részén, de valamikor biztos, hogy lesz szünet, és az tuti biztos, hogy ezt, ezt, nem feltétlenül olyankor kell elütni, amikor mondjuk év vége van, amikor, amikor a legnagyobb nézettségeket lehet elérni, meg éveleje amikor nagyon-nagyon fontos az előfizetői bázis és a konkrét számok és a bevétel és minden egyéb. Szerintem a rengeteg izgalmas dolgot jelentett be a Disney. Lesznek nagyon érdekes projektek, lesznek olyan projektek, akár a Pixar-tól is, amire, amire szerintem azt lehet mondani, hogy, hogy az ember azért valamilyen szinten felköti adja a szemöldökét. Egyébként élőszereplős, vagy élőszereplős, vagy élőszereplős, filmek terén szerintem a legizgalmasabb produkció az a Ranya után fog majd érkezni, méghozzá az Enchanto címre keresztelt, ha jól ez lesz a dél-amerikai projektjük, ami, ami történet, is így az alapján amit mutattak vagy elmondtak belőle, az alapján egy iszonyatosan izgalmas és nagyon-nagyon szerethető történet lesz. Egy inkább kezdem azt érezni, hogy jelnézve a, a, Disney Plus-nak, a, vagy a Disney Animations-nek a bejelentéseit, ott van nekünk az Iva ott van nekünk a Raya, ott van nekünk a Moana, ott van nekünk tulajdonképpen az Enchanted, meg, meg még egy-két olyan projekt, meg tulajdonképpen a BMX és valamilyen szinten ide vehető azért, amik, amik valamilyen szinten így a, a sok színűséget próbálják meg elképezni, a streaming óriás kínálatában, ugyanis, ugyanis azon nagyon érdekes bennük, hogy nagyon sok kisebbség számára szólnak ezek a projektek. Valahol ez egy tökére értékelentő dolog, hogy, hogy azért látni azt, hogy, hogy megpróbálkoznak ilyen dolgokkal is. Én mindenféleképpen nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi fog kikerekedni. A következő két-három évben milyen minőségűek lesznek ezek a projektek, főleg azok, amiket már 2020-ban ugye bár bejelentettek, viszont értelemszerűen ezek nem kerülnek műsorra akár 2022 végéig sem. Tehát rengeteg idejük van arra, hogy, hogy fejleszgessék ezeket a produkciókat, és hát kíváncsi vagyok arra, hogy sikerül a minőségben is megütniük ezeket a dolgokat, mert azért egészen más, mint az, amikor bejelented most, hogy mit tudom, én, jövő ősszel ez fog érkezni, de amikor, akkor miért arra beszélünk, 2022 2022-2023-ban fog érkezni ez az élő szereplős vagy akár animációs sorozat, akkor ez az ember egy kicsit úgy elgondolkozik, hogy uramisten. Adódik a kérdés egyébként, hogy szerinted túl sok lesz majd az animációs, vagy animációs, túl sok lesz az élő szereplős Star Wars és Marvel sorozat a streaming szolgáltató kínálatában, vagy amikor 2021 végén bejön hozzánk is, akkor belőled majd ez fog előfizetőt Kovácsolni. Mennyire tudta körülni annak, hogy a Disney ilyen keményen csak a brendjeire épít, és csak a brendekre. 2023-ben a Pixar sem áll elő semmi egyedi ötlettel, ami a tévésorozatokat illeti, hiszen mind közkedvelt, vagy már ismert, vagy már jól bejáratott karakterek köré fog ö, felépíteni valamit. Kicsit csalódtam egyébként, hogy nem Voliknak a, a történeteit kapjuk meg, mert, mert, mert engem jobban érdekelt volna mondjuk Volik, mint mondjuk a beszélő kutyának a sztorija, de ez nyilván megint egyéni ízlésük és pofonok kérdése. Szerintem, szerintem nagyon sok potenciál van egyébként mindkét lehetőségben, mindkét oldalban. Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ti mit gondoltok, ti hogy látjátok ezt a, ezt a dolgot, és mik azok a produkciók, mert csak sorozatok és csak filmként nem igazán lehetne őket apostrofálni szerintem, amikre azt tudjátok mondani, hogy, hogy ez tökéletes, hogy, hogy ezek azok a dolgok, amikre szükség van. Mert én tényleg így a három férfes bébivel kapcsolatban, ahol ugye Zac Efron lesz az egyik főszereplő, a másik két még nem tudni, hogy kik lesznek. Pontosan azon kezdtem el a gondolkodni, hogy ugyanis Isten, ezek, ezek, a projektek, ezek, ezek akkoriban, amikor ezek mozibok kerültek, akkor brutálisan nagy pénzeket csináltak. És csodálkoztam azon, hogy egyrészt, hogy, hogy de akár mondhatnánk a Pinokiót is, hogy ezeket nem moziba csinálják. Tehát ez is azért egyfajta átállás jelent, bizonyos értelembe véve. Még hogyha nem is annyira direkten, ugye nagyon sokan vannak, akik Hollywoodban azt mondják, hogy hátba támadott most mindenkit a Warner azáltal, hogy minden filmét, mind a 17 filmét streamre küldi, de, de igazából a Disney még inkább hátba támadja őket, mert a Warner legalább nyílt lapokkal játszik, és ők megmondták, hogy nekik ők, ők ezt szeretnék, és így tudják biztosítani azt, hogy 2021-ük is jól teljesítsenek ezek a filmek. Mert azért legyünk köszönnek, milliárd dolláros filmek szerintem most a következő két évben biztos, hogy nem lesznek. Tehát egy tök hülyeségnek tartom a, a Disney részéről a fekete vegyet nem felengedni a Disney Plus-ra. De, de egyébként az is, az is egy nagyon érdekes dolog lesz, hogy én simán el tudom képzelni azt, hogy mi van akkor, hogy bemutatják ezt a filmet. Nem lesznek elégedettek a filmek a teljesítésével. Utána kvázi egy hónapon belül már a streambe is elérhető lesz. Mert ugye a univerzális arra játszik, hogy maximum egy hónap alatt bemutatott követően már mehessen streamre a dolog vagy vodra. És ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, mert szerintem az, hogy ha valakinek egy hónapot kell várni arra, hogy megnézzen egy új produkciót, egy új filmet, az nem sok idő abszolút nem sok idő. Tehát a, az idő, amit, amit, várni kell, ami jelenleg most a 3 és a 6 hónap között van általában, egy mozi bemutató és egy um, stream vagy vodos premier között, az általában ez a 3 és 6 hónap közé tartozik film nagyságától függően, és hogy milyen a filmnek az utóélete a moziban. Szóval nagyon érdekes lesz látni azt, hogy ez a, az egy hónap is idővel el fog tűnni. Én max két évet adok neki, hogy, hogy ez teljesen kiszűben el fog tűnni. Nyilván ez már jövőre is eltűnhet, hogyha Warnernek bejönne ne Isten, ez a, ez a fajta metódusa, én úgy vagyok vele, hogy szerintem figyelembe véve, hogy, hogy mennyibe kerülnek mozi jegyek Amerikában, és hogy tényleg ott, ott elkölt az ember egy 12-15 dollár csak a mozi jegyre, és akkor utána még, ami mondjuk egy 3 d film esetében lehet, hogy 20 dollár, vagy IMAX esetében, akkor, akkor ahhoz képest egy HBO Max kínálat, hogyha az embernek van 3 d tévé, akkor meg aztán végképp nem egy kimondottan nagy az. Nyilván Patty Jenkins is ugye IMAX-szel forgatott, és baromira, aki egyébként egy Star Wars filmet fog forgatni, csak így halkan megjegyzem. Szóval Peti Jenkins pedig azt mondta, hogy nézzétek meg a le lehető leg nagyobb, vásznon IMAX-ban a Wonder Woman 84-et, és akkor jön erre az én válaszom, hogy én megnézném, én nagyon szívesen megnézném, de nincs az én városomban egy IMAX. Ha most, hogyha nincs az ember városában egy IMAX, akkor olyan édes egy szerintem, hogy moziban nézi meg az adott filmet, 3D-s tévén nézi meg, vagy 3D-ben nézi meg a filmet, vagy, vagy, akár otthon nézi meg a képernyőjén. Mert, mert igazából szerintem a képernyő mérete az, az nem fog elvenni sem mértéket. Az IMAX az tulajdonképpen annyit kell, hogy jelentsen 2021-ben, vagy 2022-ben, meg még utána is, hogy ez tulajdonképpen a létező legjobb képminőség, amit meg tudsz kapni. És hogy ezt a streaming szolgáltató tudja biztos, minimum 4K-ban, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy megéri azt a 15 dollárt, azt a 4000 forintot mondjuk havonta, mert jobban jársz, ha megnézel, mit tudom én, havi két mozi premier filmet mondjuk egy HBO Maxon, mint, mint hogyha, mit tudom én, elmennék kétszer moziba. Sokkal, sokkal, több időt meg tudsz spórolni, sokkal több pénzt meg tudsz spórolni, sokkal jobban jársz, sokkal több minden más szórakozó elemmel tudsz gazdagodni érzelmileg is. Úgyhogy szerintem egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, beszélgessünk erről lent a kommentekben, Légy mindenféleképpen Mondjátok el, hogy ti hogy látjátok ezt a helyzetet, mennyire tetszik nektek jobban a Warner-nek a taktikája, hogy azonnal mindent a streamre is egyből, vagy mennyire tetszik nektek jobban a Disney-nek a metódus, aki ugyanezt csinálja, csak ők ugye apróbb lépésekben próbálnak meg oda jutni, és inkább azt mondják, hogy streamre készítünk filmeket ezekből a franchise -okból? vagy mennyire unjátok egyébként a disney ezeket a franchise lehúzogatós dolgait? Egyébként még nekem az jutott így hirtelen eszembe, hogy, hogy, Bob Csepeke, aki, aki ugye a következő CEO-ja a Disneynek, illetve a Jóra most már jelenlegi CEO-ja, ő nekem abszolút egy nem szimpatikus hapsi, és ahogy kérdeztekették őket így a, a különböző befektetők, hát én nem voltam elájulva egyébként az ő válaszaiktól sem, meg, meg attól, hogy mennyire lehízottak, míg, mik megtalálták a helyes választ, amit, amit valószínűleg a befektető hallani akart. Szóval iszonyatosan izgalmas ez a kérdés. Én nagyon élveztem egyébként ezt az egész uh, eseményt. Nagyon hosszú volt, nagyon sok minden kiderült, nagyon-nagyon intenzív volt, de azért nem megyünk el úgy, hogy nem beszélünk most a Mandalorian legújabb epizódjáról, a második évad hetedik részéről, a hívőről. Ki beszél? Már csak azért sem, mert van egy iszonyatosan fontos dolog a múlt heti epizóddal kapcsolatban, amit Robert Rodriguez rendezett. Néhány nappal azután, hogy ez az epizód az kikerült, készített a Collider egy interjút Robert rodriguez -zel. Volt belőle egy cikk, ahol kiragadtak dolgokat, meg ugye meg a szalagcím, és az alapján egy ilyen tökre durva, kvázi villám botrány tudott kikerekedni, és nagyon érdekes, mert amikor megnézi az ember azt a videót, amit a Collider kitette, ahogy beszélgettek Robert rodriguez figyeljük az arcát is, és figyeljük a hanglejtését, akkor teljesen más lesz annak szövegnek az értelmezése, mint ami írásban megjelent. Mert írásban az azt jelenti, hogy, mert hogyha írásban indulunk ki, és azt jelenti, amit mi gondolunk, hogy jelent, akkor az nagyon-nagyon durván csúnya az egész Star Wars franchise-ra is nézve. Viszont, ha megnézzük azt, hogy milyen hanglejtéssel mondta mosolygott-e közben, milyen volt a mimikája, stb., akkor igazából ez egy több pozitív dolog volt, és teljesen más lett az értelmezése tőle hirtelen. Lényeg a lényeg, hogy ugye kiderült, vagyis mondta, hogy, hogy az a script, amivel ő dolgozott, és amivel azt mondjam, a második követ legrövidebb epizódját is csinálta, ugye Boba Fettnek a debütálását múlt héten, az tulajdonképpen egy 19 oldalas script volt, ami értelemszerűen maximum azt jelenti, hogy egy 22 perces epizódot lehet jobb esetben összerakni belőle, ha valaki nagyon-nagyon ügyes, ha valaki még ügyesebb, akkor csak 18 perces epizódokat lehet belőle összerakni, és hát azért az nyilván nem üti meg a minimum mércét sem, mert azért 20 perc fölé kell kerülniük, függetlenül attól egyébként, hogy a mandalorian nincs egy ilyen bűntudatérzés, hogy ez egy nagyon-nagyon rövid epizód, vagy nem egy nagyon rövid epizód, és nagyon durva volt, mert ugye John Farve ezt az epizódot, és 19 epizód volt, vagy 19 perces, vagy 19, 19 oldalas volt ez a történet, és ugye Robert Rodriguez azt mondta Róla, hogy ez olyan volt, mint egy ilyen fan gyerek írta volna, és egy ilyen fan fiction volna, amiből neki valami kellene csinálnia. És ugye beszélt John Favre, és azt mondta, nem, nem, nyugodtan, azt csinálj vele, amit akarsz, olyan akciójelenteket csinálsz, amit akarsz, azért így írtam meg, hogy azt csinálj vele, amit akarsz. És, és igazából egy belegondol az ember, hogy ó, oh, te jó ég. John Favre világ legnagyobb zsenie, ugyanis nem egy rohadt jó sorozatot csinál, hanem ő fanszervizt csinál. Ő halálpontosan azt csinálja, amivel vissza lehet édesgetni a Star Wars hívőket. Ebben a világban tavaly is ugyanazt csinált az első javadalom, ami tényleg nem volt más, mint egy óriás nagy baby oda, vagy grogu reklám. Ezzel szemben most megcsinált egy olyan epizódot, amiben nem is volt benne grogu. Na mindegy. Szóval az egy óriási egy grogu reklám volt, és jön a második évad, ahol már az ember azt érzi, hogy bár ugyanúgy épül fel Kottára, mint az első évad, minden egyes epizódja, az első hat ugyan ugyanúgy épült fel, ugyanaz volt a sztoria minden egyes dolognak, szinte nulla kreativitással megáldva, és eljutunk arra a pontra, és ez az, ami igazából sokkoló, szerintem, hogy eljutottunk arra a pontra, amikor jön ez a hetedik rész, amikor eljutunk arra a pontra, amikor jön ez a bizonyos hatodik epizód, és 19 oldalt ír, hogy Boba Fett megjelenik. És ugye kvázi semmilyen nagy Boba Fett pillanat nem volt benne a scriptben, semmiféle nagy csata jelenet nem volt benne a scriptben, azok, azok mind Robert Rodriguez tette hozzá, ahhoz, hogy valamit ki tudja hozni ebből az anyagból, mert, mert, amúgy meg egy bazi rövid 15 perces dolog volt, ahol kb. Boba Fett megjelenik, és ennyi. És az emberi belegondol, az, az nagyon durva, mert oké, okay, a a re szükséged van ahhoz, hogy visszaédesgessd az embereket a Star Wars-hoz, nyilván egy John Farr valamilyen szinten benne van ebben a világban, tehát minél több a nézője, annál több lóvét fog is kapni, tehát nyilván neki az az érdeke, hogy minél több, többen nézik a Star Wars-t úgy összességében, és minél több projektet tudjanak csinálni, mert az, az is nyilván minél jobb lesz. Szóval, hogyha az ember így, így viszonyul hozzá, akkor, akkor még inkább azt érzi rajta az ember, hogy te jó ég. Még ezek az emberek, akik, akik imádják és istenítik az egész Star Wars mitológiát, és film franchise-t, és mindent, ők is tulajdonképpen csak a, arra, csak azt az egy dolgot akarják. Tiszta durva, így belegondolni. És tulajdonképpen van egy, van egy olyan aspektus, amiből tök jó ez a fan service jellegű történetrész, ami, ami a Mandalorian második évadában zajlik, de ha teljesen őszinte akarok lenni, akkor, akkor az a baj, hogy semmi több nincsen benne. Egy teljesen közepes, átlagos történetet mesél el, nagyon hosszan elnyújtva. Így ezekben a nyolc epizódokban, függetlenül attól egyébként, hogy mennyire jó a rendezése, mennyire jó néha az írás, és mennyire izgalmas és érdekesnek tud tűnni ez a, ez a projekt. Valahogy egyszerűen folyamatosan én egyre inkább azt érzem, hogy nem tud olyan nagyon-nagyon kiemelkedő dolgokat véghez vinni, mert nincsen rá lehetősége sem. Itt van nekünk ez a hetedik epizód, ami kvázi... Megmondom, hogy én sokat, de sokat többet vártam volna el tőle, mert én valami olyasmire számítottam, hogy, hogy itt majd felvezetik a nagy finálét, a grand finálét, és, és a helyzet az, hogy én egyre kevésbé érzem azt, hogy ebből grand finálé lesz. Én, én egyre inkább kezdem azt érezni, hogy ebből nem lesz grand finálé. <laughs> ez ez tényleg nem lesz grand finálé, sőt, sőt, Ennél rosszabb már alig ha lehetne ez, a, ez az egész helyzet, amiben, amiben most vagyunk. Tulajdonképpen ez az epizód is valahol egy brutálisan nagy fanszervizs volt, szerintem. Mert ha azt nézzük, akkor Mingna és Gina carano a karaktere is benne volt ebben az epizódban ugyan, tehát Fennek és Keredűn is benne volt. Keredűn dűn inkább kapott egy fontosabb szerepet, míg Fenek ismételten a béka alatt volt, tulajdonképpen de legalább ott volt. Visszakaptuk Moff Gideont is egy jelenet erejéig, ami kvázi nagyon jól sikerült. Boba Fett ő, ő, ő szerintem még Mingna, Mingna figurájánál is sokkal jobban el volt rejtve. És visszaszták nekünk Bill Burt Mayfield figuráját, aki, aki baromra jó. Végre lehetőséget kapott a figura arra, hogy, hogy egy több rétű karaktert vázoljon fel nekünk, ami szerintem egy iszonyatosan izgalmas dolog, és nagyon-nagyon ritkán találkozunk ilyen típusú vagy kaliberű karakterekkel, mint amilyen ő volt, úgyhogy én nagyon, nekem nagyon tetszett, és örültem neki, hogy, hogy ez így meg tudott történni, és hogy ez így végbe is tudott menni. De legyünk közszintek, ez, ez tényleg minden szempontból nem csak azért, mert, mert ez volt az alapcsapat, tehát ez a Pedro Pascal, Gina Carano, uh, Tamuera, Morrison, Mingna négyes, akik, akik ugye az előző epizódban láttunk, hanem, hanem tényleg az van, hogy, hogy most akkor ők négyennek indulnak a birodalom ellen, lényegében. Lényegében abszolút, abszolút erről szólt, és nem volt még arra sem utalás igazából, hogy, hogy behozzák a sokát, vagy megkérdezzék a másik mandalóriaiakat, hogy gyerekek, jöttök, vagy mi van? Semmi ilyen, ilyen dolog nincsen. Tehát, hogyha a következő epizód az tényleg arról fog szólni, hogy fogják ezt a négy karaktert, és ők négy, négyen neki mennek, Moff Gideonnak és az egész birodalomnak, akkor ez egy brutálisan nem tudom milyen dolog lesz, de bízom benne, hogy legalább 40 perces lesz. Mert, mert ez, ez sem volt nagyon 30 fölött, ha jól emlékszem, sőt. Sőt, sőt, valahol 30 környéken volt, igen, 30-35 környéken, ha jól emlékszem. Iszonyatosan rövid volt az epizód, ahhoz képest nagyon tartalmas volt, voltak benne brutál jó jelentek, voltak benne, tehát a lövöldözés ez nekem mindig a Star wars a legnagyobb vad a fakja. Tehát senki a gonoszak közül, vagy az ellenség közül nem tud úgy lőni, hogy bármikor is eltaláljon bárkit, vagy bármit, és ez tényleg bármilyen kárt okozzon bárkinek is, hát az, az valami katasztrofálisan nevetséges dolog. Minden esetre, minden esetre ez, a, ez, az epizód, ez, 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 úgy érződött nekem teljes mértékben, mi, mi a jó szó rá? Mint egy töltelék rész. Teh, tehát ebben én nem éreztem azt, hogy ez egy felvezető epizódja a finálénak. Egy kicsit olyan volt, mint a, talán a második rész, ami a szezon premiernek, amire azt lehet mondani, hogy, hogy az sem volt egy kimondott a jó rész, de, de az valamilyen szinten levezette azt, amit a premier elköltett. És, és, ez az epizód, ez meg ennek, ennek, nem levezetnie kellett volna, de ez mégis levezette az előző két epizódját. Mindezt úgy, hogy megspékelt egy olyan jelenettel, ahol tulajdonképpen most először lekerült a Mandalóriának a palástja, láttuk Pedro Pascal arcát a mandalóriai jelmezben. Ami iszonyatosan izgalmas volt szerintem nagyon sok szempontból. Megrázó volt, meglepő volt, fura volt, szükségszerű. Valahol, vagy valamiért igazából én ide sorolnám talán az epizódnak az egyik legfontosabb, szerintem nyugodtan nevezhetjük legfontosabb mondatának, vagy akár gondolatának is. Az pedig az volt, hogy mindenki meghúzza a határait, amiket nem lép át egészen addig, amíg be nem jut a krak durva. Szerintem ez, ez, gondolat szintjén is egyébként egy nagyon-nagyon durva gondolat. Halálpontosan pontosan ez történt ebben az epizódban, és ez az egy mondat körülírta az egész epizódot, hogy mi történt. Volt benne egy kis bosszú, volt benne egy kis ripacskodás, volt benne egy kis ez vagy kis az, szóval nagyon sok szempontból nagyon-nagyon jó történetet kaptunk, ami végre valahára nem ugyanaz volt, mint az előző epizódokban, hogy kell neki valami megcsinálni egy küldetést valakinek, és a többi, hanem most neki csináltak meg egy küldetést vagy ő csinált meg valakivel egy küldetést. Nem mondom azt, hogy minden idők egyik legizgalmasabb uh, epizódja volt, nem mondom azt sem, hogy a legjobb fordulatokkal rendelkezett, de, de a Star Wars-nak, illetve a a legnagyobb erőssége, a legnagyobb gyengé, és még pedig az, hogy halál pontosan követi azokat a a és forgatókönyveket, amiket neki követnie kell. Nem kockáztat, még véletlenül sem kockáztatna meg semmit az éget a világon, csak ha nagyon muszáj. És ha az ember így belegondol, akkor ez egy nagyon durván erős váltás tud lenni. Nem tudom. Te tehát emberre válogatja szerintem azt, hogy kinek mennyire feküdt vagy fekszik ez az epizód. Én nagyon-nagyon csalódtam benne, valószínűleg azért, nem azért, mert nem volt jó az epizód, hanem azért, mert jó héten jön a szezon finálé. Ebben a részben én nem éreztem azt, hogy, hogy, ez, egy, hogy ez egy felvezető epizód. Nem, nem éreztem azt, hogy ennek bármi köze lenne a következő részhez. Nem éreztem rajta azt, hogy, hogy egy kicsit is lázba hozott volna, hogy egy kicsit is azt érezné rajta az ember, hogy hű meg ha, hanem egy kicsit, kicsit talán olyan lesz, mint az első vannak a vége, hogy fölvezeti a harmadik évadot, vagy fölvezeti az a sok sorozatot. Bármelyik is lesz, nem biztos, hogy bármelyik is a jó irány lenne, szerintem. Nem tudom. Én kreatív szempontokból nem éreztem ezt az epizódot annyira hű meg ha résznek. Szerintem ez egy korrekt epizód volt a maga korrekt módján, de, de nem az, ami, ami meg tudja bizsergetni az ember szívét, lelkét, hanem, hanem ez egy tök jó fanszerviz volt valahol, egy relatíve közepesen érdekes történettel. Nem, nem, nem tudom ennél, ennél, szebben megfogalmazni ezt az egész sztorit. Tényleg, tényleg, azt lehet elmondani, hogy, hogy úgy önmagában ez egy um, érdekes rész volt. Nem tartozik a legjobbak közé, de szerintem még mindenféleképpen jobb, mint az első két epizódjának a szezonnak, sőt, talán még a negyediknél is jobb, nem emlékszem, mi volt a negyedikben, de szerintem annál is jobb volt. Szóval, szóval valahol azért a közép, közép helyezkedik el határozottan. Ez a, ez a rész de, de, azért messze menőkig nem mondanám rá azt, hogy nagyon izgalmas volt, vagy tövig a körben, vagy annyira érdekelt, hogy semmi másra nem tudtam volna foglalkozni helyette. De, de azt sem tudom mondani, mivel nagyon rövidek ezek az epizódok, hogy, hogy időveszteség dolog lett volna, úgyhogy igen, ez, ez a Mandalória egy, 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 ilyen szezon, tehát a, a, harmadik, az ötödik és a hatodik része az baromra jó volt, az összes többi az egy ilyen what the fuck. És azért hétből három az nagyon-nagyon jó arány szerintem, de felvezetésnek azért, azért ez, 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 nagyon gyenge volt, gyenge volt. Nyilván azért nagyon sok olyan dolog volt, ami a Star Wars rajongóknak kötelező dolog, meg olyan elem, olyan kis ízterek, akár figurák, akár helyszínek, akár nem tudom, történetek, amiket felmegettek, ami, ami baromra jó, meg baromra meg tudja dobogtatni a szívüket, viszont az átlagnéző számára meg azt látod, hogy ez egy nulla, nagy nulla az egész. Egy tök tipikus, közhelyes történet, ahol már onnan között tudod, mi a terv, mondtuk, tudod, hogy mi lesznek a végkimenete, azt is tudod, hogy milyen akadályokból fognak ütközni, azt is tudod, hogy ezeket az akadályokat le fogják győzni. Tehát abszolút nulla olyan dolog van, ami nem fan szerviz, abszolút nulla olyan dolog van benne, ami egy kicsit is kreatívabb lenne a kelleténél. Egy ilyen nagyon-nagyon színes Luffy, ami, ami annyira gyönyörű és színes, hogy, hogy az ember úgy van vele, vagy úgy viszonyul hozzá, hogy, hogy ez a világ legcsodálatosabb dolga. Pedig, pedig igazából ez csak egy álca, ami, ami próbál meg elrejteni valamit, de legalább addig is nézik a, a streaming szolgáltatásukat. Val, valami ismert látom én személy szerint ezt a dolgot. Nagyon röviden ennyi szerettem volna ma mondani a Mandalóriai legújabb epizódjáról. Jövő héten visszatérek, szombatot mondom inkább biztosra, illetve szeretném már most, meg tényleg előtte megcsinálni ezt a szuknatos különkiadást, amit már hónapok óta vagy hetek óta ígérgetek, csak, csak még mindig nem visz rá a lélek és mindenféleképpen következő adásban beszélni fogunk arról a dupla epizódról, ami a Star Trek Discovery-ben zajlik ezen a héten. Mellesleg én már alig várom, hogy a Paramount Plus bejelentsen legalább ennyi Star Trek sorozatot, mint, mint amennyit a Star Wars-hoz bejelentettek, mert szerintem hát itt most, most, most muszáj megfogni, és most muszáj elkezdeniük mindenhol fűvel, fával, körömmel gyártani az újabb és újabb Star Trek élőszereplős és animációs sorozatokat egyaránt. A világ megérett rá. Szerintem a világ megérett rá, és ha most nem kapcsolnak rá a Paramonnál, akkor nagyon nagy valószínűségekkel a Disney le fogja tudni őket nyomni, és a Star Wars egy életre ismételten el fogja tudni mosni a Star Trek-et, és ez pedig, ez pedig mindenféleképpen egy olyan dolog, amit, amit én egyáltalán nem szeretnék látni semmilyen szinten. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett a, tetszett a, mai műsor, akkor mindenféleképpen nyomj egy, egy fölfelé. Kommentálj, beszélgessünk arról, hogy te milyenek látod a Disney Plus streaming szolgáltatását, mennyire várod, mennyire vagy biztos benne, hogy előfizető leszel, vagy nem leszel előfizető, amikor 2021 második felében megérkezik hozzánk, vagy téged jobban érdekel az HBO max a kínálata. Kíváncsi vagy -e arra, hogy mi lesz az HBO Max kínálata Európán belül, és ezzel a nyilván azt értem, hogy vajon itt is bemutatják-e, vagy elérhető lesz a szervizen a különböző filmpremiérjeik, mert szerintem úgy lenne igazságos, én biztos, hogy csak úgy fizetnék előre, ha nem, akkor engem elvesztettek már most a rajtnál, ahhoz meg baromra drága, hogy, hogy ilyen premier tartalmak nélkül is előfizessek egy streaming óriásra, meglátjuk, hogy mi fog kikerekedni belőle, beszélgessünk mindenről, ami popkultúra lent a kommentekben, és találkozunk legközelebb, addig pedig popkultúrában nagyon gazdag hetet kívánok! Fraser has left the building.